Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, ez itt az utolsó előadás ebben a témában. Megpróbáljuk most összerakni az eddigieket és levonni a következtetéseket. Mit csináltunk? Néhány egyszerű fizikai alaptörvényből és néhány természeti állandóból sikerült nagyjából megmagyarázni a világegyetem stabil struktúráinak a méretét, tulajdonságait. Nyilván, akik ezt részletesen megcsinálták, azok sokkal bonyolultabb számításokat végeztek. Egyrészt ilyen elemi szinten is, nem csak azt a néhány dolgot, amit én itt felelevenítettem. Másrészt, hogyha az ember nem ragaszkodik ahhoz, hogy csak nagyságrendi pontoságú becsléseket végezzen, hanem pontosan akar számolni, akkor matematikailag sokkal nehezebb difegyeletek megoldása, számítógépes eljárások, meg egyebek segítségével sikerül sok mindent kihozni, de a lényeg az, hogy ezek az alaptulajdonságok, ezek megvannak akkor is. Mindezt először 1973-ban vetette fel egy Brandon Carter nevű amerikai fizikus, így kivonatolva szándékosan, hogy nem menjünk bele a technikai számítási részletekbe, hanem csak ezeket az alapgondolatokat, a néhány egyszerű konstansból kihozott eredményeket ismertessük. És a lényeg az volt, amit ugye eredetileg nem terveztek, csak az, hogy hát magyarázzuk meg a világot, az jött ki, hogy ezek a konstansok, ha egy kicsit mások lennének, akkor nagyon más lenne a világ. Az emberek régen azt gondolták, hogy analitikusan függnek az eredmények a paraméterektől. Kicsit megváltoztatom a paramétereket, kicsit más lenne a világ. Tehát például ugye a görögök nem tudták a megfelelő pontossággal megmérni a Vénusznak a pályáját, de azt azért eltalálták, hogy most éppen esti csillag vagy hajnali csillag. Nem tévedtek akkorát, hogy este nézték, aztán reggel jelent meg. Hát egy kicsit odébb volt, úgyse tudtak olyan pontosan szöget mérni. Ha kis pontatlanságot követünk el a bemenetnél, akkor azt várja az ember, hogy kis pontatlanság jön ki az eredménynél is. Na most ez már a klasszikus mechanikában sincs így, de ez nem olyan régi eredmény. Erre 100 évvel ezelőtt Henri Poincaré, nagy matematikus, fizikus és filozófus jött rá. Ő alapozta meg azt a tudományágat, amit ma káosznak hívunk. És ugye az azt jelenti, hogy egy kicsit megváltoztatjuk a paramétereket, nagyon más jellegű lesz a mozgás. Ez, amit úgy szoktak mondani, egy pillangó effektus, hogyha egy lepke összecsapja a szárnyát a brazil őserdőben, akkor nyolcban tornádó lesz. Hát miért nem szólnak neki, hogy ne csapja össze? Nyilván, mert nem tudják, hogy melyik lepke és mikor. Szóval egy kicsit bonyolultabb az egész, de ezt már a 1890-es években kidolgozták az alapjait Poincaré, ezek a 70-es években jött divatba. A lényeg az, hogy kis változások nagy változásokat okozhatnak az outputban. Itt viszont még durvább jelenségekről van szó. Nem arról van szó, hogy máshol lesz a Vénusz, hanem hogy nem lesz Vénusz. Tehát láttuk, hogyha ezeket az alapparamétereket, amiknek a segítségével a világegyetemet felépítettük, kicsit megváltoztatjuk, akkor olyan világ lesz, amiben például a proton nehezebb, mint a neutron, és akkor nem lesznek protonok a későbbi világban. Hiába engedi meg a részecske fizika, hogy létezzenek, de attól akkor a protonok lesznek az instabilok, és a történet, ami létrehozza az objektumokat, akkor végül neutronokkal fog végződni, és onnan nem vezet tovább út az atomok irányába. Tehát akkor a mi világunk, amiben a neutron nehezebb, és ezért akkor a történeti fejlődés protonokhoz, meg elektronokhoz vezetett, az folytatódik abban az irányban, hogy ebből atomok szerveződhetnek, abból pedig élőlények. A másik irány a paraméterek kis különbségével az ilyen értelemben zsákutca, és nem megyünk tovább az élet irányába. És számtalan hasonlót láttunk például, hogyha megint csak a különböző kölcsönhatások erőssége egy kicsit más, akkor a csillagokban nem gyártódik le a hidrogén magjából a nehezebb elemeknek a magja. Már ugye az első fúziós lépéssel is probléma lett volna, mondjuk felrobban azonnal a csillag, vagy nem jön létre a deuteron. Vagy a szénen át nem tud tovább jutni a fúzió, és akkor nem lesz szén, meg oxigén, meg egyéb ilyen kellemes alapanyag az élethez. Szóval az a lényeg, hogy egy csomó apró numerikus egybeesés a világot jellemző dimenziótlan természeti állandók között, vagy hogy egyiknek a 12. hatványa az megegyezik a másiknak a szorzatával, mondjuk a proton-elektron tömegarány négyzetével, tehát ilyen jellegű véletlen összecsengések, amiknek nem látjuk semmiféle fizikai okát, hiszen ezek a paraméterek jelenlegi tudásaink szerint a különböző adatok, amit önkényesen beleírhatunk az elméletünkbe. Ezek az egybecsengések, ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy ha egy kicsit ilyen lenne, ha egy kicsit olyan lenne, akkor nem lenne élet.
Legalábbis olyan élet, amit el tudunk képzelni. A múltkor beszéltem arról, hogy a forró univerzum, tehát az entrópia nagyobb lenne, akkor az egész még mindig itt a termikus egyensúlyban úszna, akkor meg semmilyen élet nem lenne, mert a termikus egyensúlyban nincsenek struktúrák. Szóval egy-egy struktúrát is külön ki lehet magyarázni, hogy miért nem lenne, meg az egészet is, és akkor már nem mondhatjuk azt, hogy túlságosan embercentrikusok vagyunk, és a szén alapú élethez, kémiai élethez ragaszkodunk, semmiféle struktúra nem lenne, hogyha például nagy meleg lenne, és ez megint néhány ilyen atomfizikai állandó múlik. Na most ez az egész abban az irányban mutat, hogy valamilyen értelmen a valószerűtlen a világ. Tehát úgy mondhatjuk, hogy régen azt gondolták, hát nekem még így tanították az iskolában, hogy van egy ilyen törvényszerű természeti fejlődés, az egyszerű mozgásoktól a bonyolultabbakká, legegyszerűbb a mechanikai mozgás, erre alapulnak a fizikai mozgások, nem tudom, hogy különböztették, mert a hőmozgást azt már fizikainak tekintették, a mechanikait nem, de természetesen ezek a filozofusok, akik ezt megfogalmazták, sose voltak jók fizikából. Lényeg az, hogy aztán még bonyolultabb a kémiai mozgás, arra épül a biológiai, aztán jön a társadalmi mozgás, és az egésznek a csúcsán ott vál a világegyetem csúcsteremtménye, a szocialista ember. Szóval ez mindesetre ez egy ilyen diadalmenet, ami egyenesen elvezet hozzánk, és ez törvényszerű, minden lépés törvényszerű, ahogy ezt én megmondtam. Na most, ha nem keleten keresgélünk, akkor kevésbé bombasztikus szavakkal, de hasonló szövegeket lehetett olvasni a nyugati ismeretterjesztő irodalomban. A 60-as években volt ez a nagy tudományos optimizmus, amikor egyrészt már beértek a természettudományi forradalomnak, a kvantumelméleti forradalomnak az eredményei, másrészt már kezdett úgy kinézni, hogy megúszuk az atombombát. Akkor lettek hirtelen nagyon optimisták az emberek, és akkor jöttek a milyen lesz az élet 2000-ben, mindenkinek saját helikoptere lesz, stb. Egy dolgot nem találtak ki, a mobiltelefont. Na mindezt, minden ilyen jó dolgot megjósoltak, ilyen a tudomány mindent megold, éghajlatszabályozás, mesterséges kaja, egy csettintés, stb. Szóval bízunk a tudományban, és nyíl egyenesen, hogy a anyag fejlődése elvezetett ehhez, az anyagot uraló társadalmi lényhez, az emberhez. Most ehhez képest, amiket most itt látunk, ha végig gondoljuk a korábbi korszakokat, tehát az univerzum kezdeti korszakát, részecskéktől, stb., akkor gondolkodom, tehát vagyok, de csodálkozom, hogy vagyok. Mert ahhoz, hogy legyek, ahhoz a neutronnak egy picivel nehezebbnek kell lenni a protonnál, de nem sokkal nehezebbnek. A gyenge és az erős kölcsönhatásnak, meg az elektromos kölcsönhatásnak az arányának olyannak kell lennie, hogy létrejöhessen a deuteron, de ne jöjjön létre a diproton. A szén atommagnak, ami ki se tudott számítani rezonanciája, pont ott legyen ahol, de az oxigén atommagnak a rezonancia már ne ott legyen, nehogy a szél elbomoljon. Volt még egy csomó, amiről beszéltünk, hát ilyen furcsa paraméter összeesések. Aztán a világegyetemnek éppen olyan módon kell tágulnia, hogy a Planck idő után 10-60-on pontossággal be legyen állítva, mert különben 1 millió év múlva vége lenne, és akkor nem szerveződhetne később élet. A entrópiának olyannak kell lenni, hiába volt régen nagy kacsvasz meg hőtervelés. Ne legyen nagyobb egysége, atomi egységenként 10-11-ennél, mert akkor még mindig forróság lenne, stb. Ennek a sok mindenek egyszerre kell teljesülnie. A emberhez elvezető diadalmenet helyett azt látjuk, hogy mindenféle ilyen veszélyes sziklák és szűkületek környezik ezt az utat, mint Skylla és Charybdis között ott kell áthajóznunk, hogy ne menjünk neki egyik saroknak se. Szóval könnyebb a tevének átmenni a tűfoká, mint a természetnek létrehozni egy tevét. De mégis létre, emberről meg nem is beszél, mégis létrehozta, szóval mégis itt vagyunk, és ezt a furcsaságot nem ártana valahogy megmagyarázni. Na most ezt a furcsa, valószínűtlen érzést, ezt többféleképpen lehet interpretálni, de innentől kezdve ez már nem tudomány, hanem filozófia, vagy a tudományhoz kapcsolódó, hogy kell mondani, ilyen farigcsálom a körmeimet, és hülyeségeket beszélek, tehát ezt ne legyen senki komolyan az ilyesmit. Aki komolyan akar arra olvasgatni, hogy ágyazódik be ez az európai filozófiai fejlődésbe, annak azt már mondtam, ezt a könyvet ajánlom, Székely Lászlónak az Emberarcú Kozmosz című könyvét, amelyben ez a néhány természettudományos tény, amit én említettem, az csak az elén így megvan említve, de utána arról beszél, hogy ez
hogy bukkant föl, milyen megelőző gondolatok voltak, amik hasonlóak, és hogy ágyazható be ez a filozófia különböző gondolatai közé, hogy kell értelmezni, interpretálni. Természetesen megjelenik benne az a kérdés is, hogy mennyire kell komolyan venni azt, amikor fizikusok filozófiáról beszélnek. Ha valaki megnézi a 60-as, 70-es években kiadott sorozatot, ott megjelentek Einstein, Broglie, Planck, Heisenberg, Schrödinger, stb. Válogatott munkái, és nyilván nem a tudományos cikkeket adták ki, mert a gondolatkiadónál a képleteket nem nagyon tudták kiszedni, hanem inkább az ilyen ismeretterjesztő magyarázó, ahol próbálták a laikusoknak elmagyarázni az ő tudományos eredményeket, ez részben leíró volt, de némelyik belement abba, hogy megpróbálja filozófiailag interpretálni, és ott akkor furcsa dolgok elhangzottak, és ezért a könyveknek az elő- vagy utószavában a megfelelő marxista filozófusok helyre tették a tudósokat, hogy egyrészt ne dumáljanak bele a filozófiába, másrészt, amit az előző 200 oldalon leírt a fizikus, azt így kell érteni két oldalba, szóval megmagyarázták. A lényeg az, hogy ez mindig kérdés volt, hogy mennyire kell komolyan venni a tudósoknak, a természettudósoknak a filozófia megnyilvánulását. Tény az, hogy mostanában nagyon kevés filozófiát tanulnak a természettudósok, és ezért nem is használják megfelelő módon a szakkifejezéseket. Ebből egyrészt az következik, hogy hülyeségeket beszélnek, másrészt az következik, hogy lenézik a filozófusokat. Nyilván ez mindig így történik, hogy akkor az ember így védekezik. Én sem akarom azt mondani, hogy én értek a filozófiához, bár ennek a specinek egy korábbi verzióját azt az okos fizikus hallgatók elintézték, hogy felvették filozófia speciként is, valami történeti vagy egyéb helyett, és akkor a filozófia tanszék ragaszkodott hozzá, hogy a végén filozófiából is levizsgáztassam az illetőket. Tehát ezt mondd el, mi a köze ennek a problémakörnek, a pozitivizmushoz, stb. Szóval tessék elkezd, hogyha így végződne, hát kicsit durvább lenne, mint most. De a lényeg az, hogy volt már erre eset, de ez azért nem mondom, hogy én filozófiai szakemberök, ezért csak tényleg most csak megemlítem ezeket a gondolatokat. Az egyik lehetőség, amit már múltkor mondtam, ezt van, aki nagyon agresszíven képviseli, itt nincs semmi megtekinteni, valóan ne csoportosuljunk, menjünk tovább, nincs semmi probléma, egy világ van, ilyen, amilyen kézkus. Ez is egy hozzáállás. A másik, amit viszont elég sokan levont a következtetést, hogy hát ezt a világot, ezt szándékosan ilyennek teremtette az Úristen, vagy ha nem az Úristen, de valami más személyes és előre számoló akarat, aztán az, hogy ki hogy interpretálja ezt Visnótól kezdve, akár melyik más istenségig, vagy a természet szelleméig, ez további kérdés. Lényeg az, hogy mondok egy konkrét idézetet, amit Fred Hoyle, aki azért nem akárki, és nagyon sok mindent csinált a természettudományban, ebben a konkrét témakörben, hogy emlékeznek, ő az, aki rájött arra, hogy a szén 12-nek a keletkezésével kapcsolatban milyen problémák voltak, azt mondta, hogy e tény értelmezésekor a józanész azt sugallja, hogy egy szuperintellektus babrál a fizikával és a kémiával meg a biológiával, és a természetben egyáltalán nem érdemes vak erőkről beszélni. Ezt mondta Hoyle. És elég sokan próbálták utána az ilyen jellegű kérdéseket lefordítani, és egyre inkább megjelentek ezek a akaratra, meg egyebekre utaló nézetek. Természetesen a természettudósoknak a nagy része az nem szeret közvetlenül isteni akaratra, vagy valami hasonlóra hivatkozni, ezért megpróbálták kevésbé személyesen, tehát semlegesebben megfogalmazni. Ennek az egyik megfelelő módszere az elvekre való hivatkozás. Hát milyen elvekről tud az ember a természettudományban? Például az energia megmaradás elvéről. Valamikor ezt még a Francia Akadémia kimondta, hogy nem foglalkozunk örökmozgókkal, mert az hülyeség. Mert az elv. Ugye akkor még nem is volt meg a lényegében az energia megmaradás elve, igaz, hogy ők azt is megmondták korábban, hogy nem foglalkozunk égből jött kövekkel, tepi most mit csinálna, ha az érvényben maradna, de ők ezt korábban kijelentették, de azt aztán becsületesen visszavonták. De az, hogy nem foglalkoznak örökmozgókkal, az továbbra is áll. Hát most adj neki azt mondja, hogy az energia megmaradás elve. Mit jelent az, hogy az ember elvekre hivatkozik? Az, hogy nem tudom, de biztos vagyok benne. Ha
Már többször mondtam azt, hogyha egy konkrét örökmozgós ember megjelenik, akkor hiába mondom neki, hogy az energia megmaradás elve miatt nem működik a masinát. Őt az nem érdekli. Azt mondjam meg, hogy amikor szerinte itt a mágnes kiemeli a vízből a golyót és oda gurítja, akkor miért nem úgy mozog, ahogy ő azt kitalálta. Most ezt nyilván sokkal nehezebb elmagyarázni, és az ember ráadásul dühöng is, mert rengeteg energiát kéne... Rengeteg energiát kéne arra fordítanom, hogy megértsem annak a masinának a részleteit, holott úgy is tudom, hogy az jön ki, hogy nem működik, de hogyha az ember becsületből el akarja neki magyarázni, akkor feleslegesen kell ezen gyötrődni, és sok szellemi energiát bele kell ebbe fetszolni. Egyszerűbb azt mondja, hogy nem működik, de azt meg nem hiszik el. Tehát olyankor mond az ember elveket. Na most mit történik egy ilyen elvvel? Hát az energia megmaradás elvével például az történt, hogy később, 1918-ban, tehát nem olyan régen, Ervin Oetker levezetett egy olyan matematikai tételt, hogy az időeltolási szimmetriából következik az energia megmaradás. Ezt veletek tanultuk. Ez azt jelenti, hogy van egy másik alapvető beállítás, ami jobban hihető valamilyen értelemben, és abból matematikailag következik az általános elv, ami minden rendszerre vonatkozik, és abból már a konkrét rendszerekre ki lehet számítani, ott konkrét, amit hívunk energiának, miért van az energiának olyan sokfajta formája, mert az egyes rendszereken ugyanez az időeltolásból következő, akármi ez másképp jelenik meg, ezek hogy számíthatók, hát egymásba hogy alakulnak, de az egész az mégis hogy marad meg. A vége persze még cifrább, hiszen veletek éppen ma tanultuk, hogy az energia nem marad meg, azt meg 1916 óta tudjuk. Az is igaz, hogy 16 hamarabb volt, mint 18-ban. Na mindegy, tehát 18-ban kijött durván szólva a speciális relativitás elméletnek a gondolatai kereteibe, miközben az általános relativitás elméletben nincs energia megmaradás. Tehát ezek az elve, ebből persze nem következik, hogy örökmozgót lehet építeni. Tehát ezek az elvek, ezek kerettörvényként szolgálnak, részben matematikailag meg lehet őket alapozni, részben pedig azért jó, hogy egyben megfogalmazni, akkor abból sok minden konkrét dologra lehet következtetni. Másik ilyen alapelv például az okság elve. Ok megelőzi az okozatot. Miért? Csak. Hát így tanultuk, vagy így szoktuk meg, vagy nem is bírjuk másképp elképzelni. Az összes időgépes sztori arról szól, hogy ha megkeverjük az ok és okozat sorrendjét, akkor ellentmondások lesznek, és akkor ki kevésbé, ki jobban szórakoztatóan ki facsarja ezeket az ellentmondásokat, és sokféle következtetés lehet jutni, de az a tapasztalat, hogy ilyesmi nincs, és ezért egyszerűbb ezt így kimondani, hogy van az okság elve, és akkor ez szűrőként működik a mindenféle fizikai meg egyéb elméleteken. Ha valaki olyan elméletet épít, amiben nem teljesül az okság elve, hát akkor azt gyanúsan nézik, és nem fogadják el, vagy azt mondják, hogy nehéz, vagy kemény állításokhoz nagyon kemény bizonyítékok kellene, tehát légy szíves, érveljél mellette sokat, és magyarázd el, hogy miért gondolod úgy, hogy nem érvényes a te elméletedben, és miért jó mégis a te elméleted. Ennél nem találtunk semmiféle olyan jellegű magyarázatot, mint a Oetker-tétel, tehát, hogy matematikailag vissza lehet vezetni valami alapvetőbre, hát ezt tekintjük alapvetőnek, ez kicsit nehéz matematikailag megfogni, főleg amikor kiderült Newton után esteni, hogy az, hogy mi az, hogy előbb, hogy megelőzi, az nem olyan magától érthető, ez is abszolút dolog, mint Einsteinnél, tehát ezt magyarázgatni kell. Megint csak azt kell mondani, az általános relativitás ember nem igaz az okság elve, pontosan lehetnek olyan téridők, amelyekben van időgép, ilyen időszerű körbeutazás. Más kérdés, hogy mi még nem találkoztunk időutazókkal, valahányszor megjelenik valaki Amerikában, és közül, hogy most jött 2600-ból, kiderül, hogy csak pénzt akar szerezni, és nem tudja bebizonyítani, hogy 2600-ból jött, mert még a jövő heti lottószámokat se tudja megmondani, nem a 400 évvel későbbieket, pedig tisztességes időutazóval visszamenne, akkor vinni magával, mint a Visszajövőbe című filmben teljes sportfogadási gyűjteményt, és akkor jól élne a múltba. Szóval egyébként nem sikerült valódi időutazót találni, holott fizikailag a jelenleg elfogadott elmélet szerint lehetséges lenne, de hát inkább az ember azt mondja, hogy hát ez az elmélet, ez még nem a végső, bizonyára még csiszolni kell valamit, mert a majdani jobb elmélet az majd jobb összhangban lesz az okság elvével, mert a zsigereink inkább az okság elvét támasztjuk el. Tehát ezek az elvek, ezek ilyen kicsit ködös, de azért biztos vagyok benne című dolgokat jelentenek. Hát itt is az történt, hogy ezt a sok furcsaságot
anélkül, hogy rákentük volna a személyes Úristenre, aki olyan világot csinált, ami külön az embernek vagyon teremtve, hogy aztán az ember felismerje, hogy milyen jól csinált az öreg. Ahelyett, mert természettudományos megfogalmazásban kitalálták a lakható világ elvét, ugye erről szól az egész fél év. A lakható világ elve angolul entropic principle, amit magyarul emberi elvnek szoktak fordítani, mert egészen hülyén hangzik, tehát nem arról van szó, hogy legyünk emberiségesek, vagy ilyesmi. És az antropikus szó is azt jelenti, hogy szóval nagyon az emberhez kapcsolódik, nem azt akarjuk mondani, hogy emberrel mi van, hanem hogy élőlények, értelmes lények, ezért én jobban szeretem úgy mondani, hogy a lakható világ elve. Ennek számos formája van, különböző tudósok különböző módokon mondták ki, és aztán utána különböző tudósok elkezdték osztályozgatni ezeket a kimondásokat. Hát ennek van egy viszonylag egyszerű formája, meg bonyolultabbak, és a többi kevésbé elfogadható, vagy többi kevésbé, inkább kevésbé elfogadható a szokásos természettudományos érvelés szerint. Az egyik ér, megint idézem, hogy mondták különböző tudósok, azt mondta, hogy az univerzumnak olyannak kell lennie, kell döltbetűvel, olyannak kell lennie, hogy valahol és valamikor létrejöhessen benne az értelem. Volt egy olyan cikk, ami arról szólt, hogy miért olyan nagy az univerzum, és akkor az volt a konklúzió, hogy mert csak így lehet benne ember. Ugye ezt a részleteket ki tudjuk magyarázni, múltkor már beszéltem, hogy ha túl kicsi lenne a világ, akkor nem tudtak volna nagyon bonyolult struktúrák kialakulni, azok nem maradtak volna fel olyan sokáig, hogy aztán a természetes fejlődés elvezessen az emberhez. Ezekkel a mert szavakkal van gond, ugye a mert az jelenthet okhatározott, célhatározott, stb. Sőt, még merészséget is, tehát hogy kell ezt érteni, hogy mert. Hawkingnak az egyik cikkében is van ilyen, hogy miért ilyen sima az univerzum, mert csak így lehetünk benne itten mi. Ha ezt a kelt szó szerint értjük, hogy az univerzumnak olyannak kell lenni, akkor az ember azt mondja, hogy itt valaki nagyon szembe ment a modern természettudománynak a nézetrendszerével. Ugye Kopernikusz lökte ki a Földet a világegyetem központjából, és tette kicsit perifériára, és ez azóta folytatódott. Ugye először csak nem a naprendszer közepén, a naprendszer az nem a tejútrendszer közepe, a tejútrendszer az nem a világegyetem közepe. Most legutóbb az is kiderült, hogy az anyag, amiből mi vagyunk, az csak nyomat 4%-nak az 1%-a az univerzum összes anyagából, szóval ilyen kis apró körömpiszok vagyunk itt a világegyetem körme alatt. Tehát nem vagyunk milyen központi szereplők, és akkor micsoda nagy képviség, azt mondja, hogy univerzumnak olyannak kell lenni, hogy legyen benne ember. Mert először is lazítsuk, nem az emberről van szó, hanem élőlényről, értelmes lényről, stb. Ha én azt mondom, hogy kell, tehát akkor én követelményeket szabok az univerzummal, függetlenül attól, hogy azt teremtette valaki, vagy úgy magától létre, nem lehet akármilyen. Na, és akkor ennek a kell szónak a különböző értelmezéseiről van itt szó. Hát az egyik a teljesen milyen idealista értelmezés, hogy azt mondja, hogy megint visszatérünk az Úristenhez, az univerzum azért csinálta a világot, hogy legyen benne, mert ezért nyilván nem csinált olyan világot, amiben nem jöhet létre az ember. Nem ő maga gyúrta meg agyagból, de olyan körülményeket teremtett már az elején, mert ő már jó kiszámolta már a 10-43. Másodperc előtt, hogy milyennek kell lenni később majd, 60 vagy 100 nagyságrenddel később a világnak, hogy jól meglökte azt a bizonyos pénzérmét, és szépen végigurul azon a 60 billió kilométeres sínen, tehát úgy állította be, hogy aztán majd legyen, mert hát akkor különben nem lenne érdeme. Most ezt lehet kevésbé, istenesen is mondani. Az egyik hivatkozás az a 19. századi pozitivizmus filozófiájára történik. A pozitivisták azt mondták, hogy egy dolog van a világon, a tények. Azokat kell gyűjteni. Ha elmegy az ember a kémia tanszék könyvtárába, ott lát sok-sok métert egyfajta könyvet a polcon, ez a Landolt Bernstein című adatgyűjtemény. A 19. században főleg a német tudósok úgy érezték, hogy az a hivatásuk, hogy mindent megmérjenek. Mert megmérték a
nátrium glicerinnek a fajsúlyát 5 fokon, 6 fokon, 7 fokon, stb. 1 atmoszférán, 1,1 atmoszférán, 0,2, stb. Ennyi pH-nál, annyi pH-nál, és ezt mindezt beírták hatalmas nagy táblázatokba. Akkor még nem volt többdimenziós Excel táblázat, tehát írták, nyomtatták, eleinte még gótbetűkkel, később már olvashatóan, de a lényeg az, hogy ezeket mind összegyűjtötték, aztán minden francot megmértek, amikor kiderült, hogy van ilyen dolog, hogy pH, akkor már ugye a pH-t is változtatták. Aztán kiderült, hogy mágneses tulajdonságok, vagy mágneses erőtér befolyásolja ezeket. Hát akkor kapcsoltak rá ilyen erős, olyan erős mágneses, megnézték, hogy változik ez a mágneses tér függvényében, és mindent összegyűjtöttek, és ez adat, és nem akarták értelmezni. Nem írtak föl egyenleteket, vagy legfeljebb csak ilyen segéd, extrapolációs vagy interpolációs vonalakat, görbéket rajzolgattak, hogy kell. Hiszen mondjuk aztán nem az a tudomány dolga, hogy ezek mögé magyarázatot adjon, vagy modellt, hanem hogy gyűjtse össze a tényeket. Amennyiben tényleg az a tudománynak a feladata, hogy gyűjtsünk össze minden adatot, megfigyeljük a világot, akkor mit ér egy megfigyelő nélküli világegyetem? Mert az nonsens, az nem tudományos világegyetem. Tehát, hogyha létrejön, de olyan, hogy lakhatatlan, nincsenek benne megfigyelők, hát akkor... És ennek a különböző verzióit bizonyos nagy tudósok is elkövették, tehát ilyeneket mondtak. Természetesen a fizikusok ravaszabbak, mint ahogy a filozófusok gondolják. Hát nagyon sok olyan nagy fizikus volt, aki ifjúkorában komoly humán műveltséget is szerzett, tehát filozófia kurzusokat is végzett, és szándékosan provokatív módon kiáltott föl. Wheeler, aki például a sok később Nobel-díjas amerikai tudósnak a nevelője is volt, ő például ilyen volt, tehát jól ismerte a fiatal, amikor ezt mondja, hogy mit ér, mire való egy megfigyelő nélküli világegyetem, ezt akkor ő nem komolyan gondolja, hanem provokatívan dobja fel a kérdést, hogy hát gondolkodjatok azon, hogy hát itt vannak ilyen furcsaságok, és akkor vannak, akik kapnak rajta, és hogy mert itt ez az idealista, aki ilyeneket mond, meg olyanokat mond, és nálunk sokáig emiatt nem jelentek meg az ő könyvei, mert ő ilyeneket mondott, hát mondtak sokan sok mindenfélét is. Tehát ilyen jellegű dolgok hangzottak el. Tehát az egyik típusú interpretáció azt mondja, hogy a világnak ilyennek olyannak kell lennie. Na most ezt a kell-t próbáljuk meg kicsit rágecsálni. Mi van itt az egésznek a hátterében? Egy valószínűtlenség érzés. De a valószínűtlenség és a valószínűség fogalma az ahhoz kapcsolódik, hogy van sokféle lehetőség. Megint van egy sztori, 60-as, 70-es években a rádió minden reggel bemondta, hogy ma 27% az eső valószínűsége. Hát ma biztos 100%-ot mondtak volna, de mit is jelent ez? Hát ezt az ember úgy nagyjából érezte, hogy mit jelent, és akkor vitt magával egyharmad kabátot, vagy egyharmad eset. Na mindegy. Szóval egyszer csak az történt, hogy a rádió kapott egy levelet Jánosi Lajos akadémikustól, itt a harmadik emeleten meg lehet tekinteni a szobrát. Jánosi Lajos jól lecseszte a rádiót, hogy micsoda hülyeség ilyeneket mondani. Egyedi eseménynek nincs valószínűsége. Mit is jelentene az, hogy 27%? Ha 100-szor lenne holnap, akkor abból 27-szer esne. De csak egyszer van holnap. Na most ezzel le lehet érvelni, hogy na jó, de olyan nap, mint a holnap, az sokszor van. Definiáljuk, mi az, hogy olyan nap, amikor olyanok a légköri viszonyok, úgy süt a nap, annyi adika van, ráadásul péntekre esik, és most nem, mi ebből a releváns paraméter, azt meg kell gondolni, ennekkel meg el kell menni dolgozni, akkor nyilván esik, ha otthon maradok, akkor nem esik. Szóval mi az, ami befolyásolja ezeket a dolgokat? Hát mi az, hogy ugyanolyan nap? De hát ezt föl lehet tenni a lottóhúzásnál is. Valóban ugyanúgy húzzák a lottót, akkor miért nem ugyanazok a számok jönnek ki mindig? Bizonyos értelemben ugyanúgy húzzák, aztán mégis más jön ki. Mi az, amit az ember még elfogad igazságosan egyforma körülménynek, amin belül aztán a véletlen dönt? Egyáltalán van-e olyan, hogy véletlen? Ezzel lehet töprengeni. A rádió nem töprengett, azonnal megszüntették ennek a százaléknak a bemondását. Ez valószínűleg hozzájárult az is, hogy Jánosi Lajos egyebek között a központi bizottságnak is a tagja volt. Na mindesetre ezért onnantól kezdve nem mondták. A maga a kérdés az érdekes, hát ugye nekünk ő tanította a valószínűségszámítást. Nagyon jó könyveket írt róla, és egyebek között
a szegény ember fizikájának az egyik nagymestere volt. Ha nálunk nem tudunk akkora nagy berendezéseket építeni, mint nyugaton, akkor minden adatból minden információt ki kell csavarni. Tehát kidolgozta azokat a konkrét a valószínűség számítási módszereket, amivel a kevés információból maximális biztonsággal jó tudományos következtetéseket lehet kivonni. Tehát ő nem ellensége volt a valószínűség fogalmának, hanem azt mondta, hogy ott kell azt használni, ahol ténylegesen, tömegesen megismétlődő események vannak, mondjuk radioaktív bomlásnál, vagy részecskegyorsítóknál, vagy kozmikus sugárzásnál, amiről foglalkozott, ott oké. De az időjárást azt nem tekintette ilyen jellegű eseménynek. Kérdés tehát, hogy a világegyetem, ami egyszeri, az alkalmazható, alkalmas alapja annak, hogy ilyesmit mondjunk, hogy valószínűtlen. És akkor az embernek azonnal felmerül, nem konkrét modellként, hanem úgy érzésként, hogy hát lehetne másféle világ is. Ezt ugye már annak idején Voltaire megírta Candide-ba. Ugye, miről van szó? Pangloss mester azt mondta, hogy világunk a minden lehető világnak a legjobbika. Ezt azóta bizonyos politikusok is ismételgetik, hol erősebben, hol kevésbé erősen, de Pangloss mester feltételezte, hogy lehetségesek más világok, vagy lehetségesek lennének más világok, amelyek valamilyen módon összehasonlíthatók, és akkor azok közül ez a világ a legjobb. Nem részletezte, hogy milyenek lennének a rosszabb világok, de és hogy hányat vizsgált meg ahhoz, hogy megállapítsa, hogy pont ez a legjobb. Őnek inkább elvérvei voltak emellett, de mindesetre maga a gondolat, hogy sokféle világ lehetséges, ez így felmerült. Hát most ebben a mi kontextusunkban ez ezt jelenti, hogy képzeljük ezt a sokféle számolási modellt, amit itt bemutattam, ezeket úgy, hogy van egy ilyen nagy Excel táblázat, aminek a bemenetelnéként oda beírja az ember azokat a konstansokat, amit az elején fölírtam, pontosan ezek dimenziótlan konstansokat, a finom szerkezeti jelentőt, az 1 per 135-et, a 10-40-et, stb. Néhány ilyen adatot, a proton-elektron tömegarányt, ezeket a számadatokat, és ebből aztán kiszámoljuk, hogy akkor most neutron nehezebb, vagy a proton nehezebb, mennyi ideig ér egy csillag, stb. Aztán akkor az ember bemegy oda a felnézbe, és elkezdi változtatgatni, vagy össze-vissza, vagy szisztematikusan ezeket a paramétereket, és megnézi, hogy milyen a világ. Na most ezt le lehet rajzolni olyan értelemben, hogy veszünk egy sokdimenziós paramétert, tehát nem olyan sok, mint amilyen 6-7 paramétert használtunk, de egyszerűség kedvé legyen 2, és akkor felveszünk 2 paramétert. És akkor megnézzük, ezt is változtatom, azt is változtatom, a számítógép mindig végig számogatja, hogy milyen lenne a világ. Valahol ott van egy pontként a miénk, ahol a értékek pont a mi adatainkat jelentik. Iciri-picirit megváltoztatom, az egy kicsit változik a miénk, de odébb megyek, akkor már nagyon megváltozik, akkor már nincsenek atomok, vagy nincs hidrogén, vagy csillagok felrobbannak, stb. És így föl lehet térképezni azt a tartományt, amin belül még azt mondjuk, hogy olyan a világ, mint a miénk. De esetleg, ha messzebb megyek, akkor a különböző világokat el lehet mondani. Itt vannak azok a világok, ahol nincsenek csillagok, itt van az, ahol van csillag, de nincs benne hidrogén, stb. Tehát most persze több dimenzióban még sokkal bonyolultabb, tehát lehet ilyen struktúrákat nézegetni. És az embernek eddig elhangzottak alapján az az érzése, hogy az a résztartomány, amihol olyan a világ legalábbis kvalitatíve, mint a miénk, az egy kicsi rész. A korábbi modell szerint egy nagy tartomány volt, amiben, hogyha idén megyünk, odébb megyünk a paraméterekkel, ugyanolyan lesz a világ, csak mondjuk a nap az kétszer akkora, vagy a hidrogénatom kétszer akkora frekvencián sugároz meg ilyesmi, de attól még van hidrogénatom. Tehát ott egy tartomány volt, és csak numerikus különbségek voltak annak a különböző részei között. Mert érezni, mint megy az ember a nagy kelet-európai alföldön, itt átlag hőmérséklet, mínusz 20 fok, itt már mínusz 21, itt már mínusz 25. Hát ez hideg van, jó? Homogén hideg van, csak egyik egy kicsit hidegebb, másik ilyen kevésbé hideg. De nem ütközöl például egy forró zónába, vagy egy nagy hegységbe, vagy egy nagy gödörbe, aminek a mélyén meg 40 fok van, hanem úgy nagyjából egyforma. Régen így gondolták. Most viszont azt mondjuk, hogy ezek a mindenféle furcsa egyenlőségek, egyenlőtlenségek, amiket találtunk, azok felosztják a világot kisebb-nagyobb zónákra, és az a tartomány, amely lakható, amelyben olyan lények, mint mi, vagy még kicsit általánosabban gondolkodó lények, bonyolult struktúrák létezhetnek, az a paraméter tartománynak egy viszonylag kicsi részét teszi ki.
Ez az érzésünk ennek alapján. Na most az a következő kérdés, hogy mennyire szabad ezt komolyan menni. Hát azért csináltak ilyen számolásokat, és többször megismételték most már újabb modern technikával, nagyobb számítógépekkel. Nemrég jelent meg például egy olyan cikk, itt az egyetemen publikálták, hogy utána számoltak Fred Hoynak az 53-as számolásának a szén rezonanciáról, és kiderült, hogy az sokkal élesebb rezonancia, mint gondolták, tehát ott nem százalékos változások, hanem tízezrelékes változások a magfizikai paraméterekben már ahhoz vezetnének, hogy a csillagok nem tudnak szenet gyártani, vagy a létrejött szén azonnal elbomlik. Jó, tehát sokkal érzékenyebb. Tehát érdemes mindig utána gondolni, és az azt jelenti, hogy az a tartomány ebben ennek a paraméternek az irányában, amelyben lehetségesek vagyunk, hogy olyan a világ, hogy legyártja a szenet, az sokkal keskenyebb, mint gondoltuk. Na most ezzel az egész gondolatmenettel kapcsolatban van egy nagyon súlyos és tudományosan nagyon komolyan vendő érv, amit az egyik kollégám úgy mondott, hogy vigyázzat, a paramétertér nem metrikus tér. Nincs értelme azt mondani, hogy ez a tartomány kétszer nagyobb. Mert ha áttérsz a paraméterek logaritmusára, vagy exponenciálisan veszed helyette, ugye van olyan fizikai mennyiség, amit logaritmikusan mérnek, például a hangerő, decibelbe meg ilyenek, ott nincs értelme százalékos nagyságokról, vagy százalékos változtatásokról beszélni, mert egy logaritmikus mennyiségnek nem a százalékát kell számolgatni. Vagy egyszerűen tegyük fel, hogy a marslakok másképp definiálják ezeket, és nem a E négyzet per H vonást, hanem mondjuk ennek a logaritmusát, vagy a színuszát, vagy a színusz hiperbolikuszát tekintik valamiféle okból fizikai mennyiségnek, akkor már ha azt a paramétert rajzolom le, akkor már lehet, hogy sokkal nagyobb, vagy esetleg sokkal kisebb az a bizonyos tartomány, amelyen belül létezik az élet. Az, hogy úgy néz ki valamilyen ábrázolásban, hogy ez egy kis tartomány, hát akkor... Az attól függ. Talán láttak olyan ábrát, hogy leszokták rajzolni, hogy az agy területekhez kapcsolódó homunkulusz az hogy néz ki. Az agy különböző területeibe hálózzák mondjuk kezet, lábat, meg egyebeket, és hogyha akkorának rajzolom le a figurát, amekkora, tehát olyan arányokkal a különböző testrészeket, amekkora a hozzátartozó agy rész, akkor marha nagy keze van, mert a kezemben sok ideg van, és azt, meg a szeme is nagyon nagy, mert azzal sokat foglalkozik. Az agy külön érdemes az érző idegekkel ilyen homunkuluszokat rajzolni, meg a mozgató idegekkel, tehát a kezet mozgatók is nagyok, de a szemet mozgatók már kevésbé, stb. Szóval lehet úgy ábrázolni valamit, hogy ezek a relatív nagyságok nagyon megváltoznak. Tehát amikor azt mondom, hogy egyszer veszem a paramétereket, és megnézem, hogy hány százalékot kell rajta változtatni, az nem biztos, hogy jó módszer. Mindenesetre ez már valamiféle ilyen tudományos értékelése lenne annak a vagy tudományos köntösbe öltöztetése lenne annak, amit mondunk, hogy kicsit valószínűtlen ez a mi létezésünk. Ha lenne ez a paramétertér, és abban véletlenszerűen leszúrnánk egy tűt, hogy na, így válasszuk a paramétereket, így adjuk meg a kezdőfeltételeket, akkor nagy valószínűséggel, ha valószínűség szó használható, olyan világ jönne létre, amiben nincs élet, vagy legalábbis mi nem vagyunk ott. Nem lennének csillagok, nem lenne hidrogén, stb. Mindenféle ilyen bonyodalmak, vagy esetleg több is előbukkanna. Sokat kell bökögetni a tűt, amíg pont oda találok. Ez olyan, mint amikor hekkelik a lottóhúzást, és akkor kihúzták ezt, ne? Húzzál még egyszer. Jaj, milyen jó, hogy kihúztad az önszámaimat. Szóval ez valami ilyesmi, az ember sokáig próbálkozik, hogy eltalálja azt a kis valószínűtlen. Ezt. Hogyha egy nagy tartomány lenne, akkor könnyen, akkor minden második ütésbe találna. Itt most az ember azt érzi, hogy sokat kell próbálkozni. Na és akkor megint azt lehet mondani, hát, Istenem, Úristen ügyes volt, első próbálkozással betalált. Vagy ő előre kiszámolta, és azért nyúlt oda, hát akkor ezen nincs mit tovább vitatkozni. De a másik lehetőség az, hogy ezt valamennyire komolyan vesszük, ezt, hogy ezek a lehetőségek valamilyen értelemben léteznek. Hát első sorban mondjuk az, hogy potenciálisan. Tehát lehetne ilyen a világ, lehetne olyan. Na, de nem olyan. Miért? És akkor ez a vezet ahhoz a gondolathoz, az ember azt mondja, hogy jé, milyen érdekes. Itt van a csendes óceánon egy kis sziget, és van rajta egy pálmafa. Milyen marha szerencse, hogy az a pálma mag
pont erre a pici kis földdarabra hullott, hasonlítsuk össze annak a kis szigetnek a 100x100 méteres területét, a Csendes utcának a nem tudom hány ezer négyzetkilométeres területével, iciri-piciri a valószínűség, hogy odahull a mag, és akkor ott lesz a pálmafa, de milyen nagy szerencse. Hát nyilván nem ez történt, mert máshol hiába szórjuk el a magokat, ott lehet pálmafa, mert máshol az óceánban nem nő. Ugyanígy, hogyha kicsit feljebb megyünk, azt mondjuk, hogy milyen marha nagy szerencsém van, hogy egy ilyen kellemes helyen élek, mondjuk nem a mai napot kell emlegetni, tehát kellemes langyos éghajlat alatt, ahol vannak forró sültek, hideg sörök, stb. A légnyomás akkora, hogy nem fogok kipukkanni, nem is fogok levegő nélkül megfulladni, és így tovább, minden van, ami kell. Pedig ha csak úgy véletlenül letennének az univerzumba, akkor a legtöbb esetben valóban hideg űrbe kerülnék, ahol azonnal megfagyok, meg elpárolgok, meg mit tudom, milyen kellemetlen dolgok történnek, vagy hogyha egy kisebb valószínűséggel belekerülök egy forró csillagnak a magjába, az sem lenne túlságosan kellemes tapasztalat, és ehelyett egy ilyen jó kis langyos helyen vagyok. Hát nyilván az ember azt mondja, nem ezért van ez, hanem csak itt lehetek. Pusztán az a tény, hogy én vagyok, és én egy ilyen jellegű objektum vagyok, és körülnézek, ez azt mondja, hogy én nem nézhetek körül akárhol. Nem lehetek a csillag belsejében, se kint az űrbe. Egy ilyen objektum csak bizonyos körülmények között létezhet. A megfigyelő léte meghatározza a megfigyeltet. Egy adott megfigyelő nem figyelhet meg akármilyen világot. Például nem figyelhet meg olyan világot, ahol az entrópia még sokkal nagyobb, tehát hogyha nagyobb lenne, mint 10-11-en az a bizonyos S-paraméter, amiről múltkor beszéltünk, akkor még nem lennének galaxisok, csillagok, bolygók, atomok, emberek, akkor nem lenne megfigyelő, aki megfigyelni, tehát egy olyan világ az nem megfigyelhető. Pusztán azzal a ténnyel, hogy létezik egy megfigyelő, aki észreveszi, leírja maga körül a világot, azzal korlátozza azt, hogy milyen lehetséges. Nem ülhet a kemence közepén, nem ülhet a hideg űrben, stb. Nem ülhet abban a világban, ami még a őskáosz állapotában van, nem ülhet a 10-100. Év múlva kihalt és csak neutrinókból álló világegyetembe, mert akkor miből lenne a agya meg a szeme, stb. Ezen persze lehet több pengé, hogy lehet-e neutrinókból élőlényt csinálni, de ilyen típusú élőlény nem lehetne. Jó, tehát a megfigyelő korlátozza, megfigyelő léte korlátozza a megfigyelhető világot. Most ez egy rendes természettudományos álláspont, itt ebben úgy mondom, hogy a megfigyelő megmondja, hogy milyennek kell lennie körülött a világnak, a kell az egy korlátozást jelent. Most én már nem egy parancsot, de ez egy rendes természettudományos okság alapján álló állítás, és nem olyan jellegű, mint amikor azt mondom, már pedig ilyen világot kell csinálni. Na ez az antropikus elvnek, a lakható világ elvének a gyenge verziója, a gyenge antropikus elv, lakható világ gyenge változata, ami egyszerűen azt mondja, hogy a megfigyelőnek a léte korlátozza a megfigyelhetőt. A másik álláspont viszont ezt a kell teszni, a határozottan olyannak kell lenni a világnak, mert hát tesz mögéje valamiféle ideológiai alapozást, ez lehet vallásos vagy másfajta jellegű. Például, amit az előbb a pozitivizmussal kapcsolatban beszéltem, de van egy másik gondolatmenet, ami, hogy mondjam, lényegében nem sokban különbözik ettől, de sokkal tudományosabbnak hangzik, ez a kvantumelméletre hivatkozik, és arra hivatkozva már minden halandzsát el szoktak adni. Következőt állítja, hogy a kvantumelméletnek a szokásos interpretációjában egy rendszer általában nincs határozott állapotban, egy hidrogénatomnak nincs határozott energiája, vagy az elektronnak nincs helye, hanem ha megmérjük, akkor beugrik abba az állapotba, és akkor egy megfelelő állapotúvá válik, akkor már lesz értelme azt mondani, ennyi az energiája, itt van, ennyi az impulzusa. Ezeket nem lehet egyszerre mondani, mert ezek egymást kizáró állítások, de vagy ez, vagy az, attól függően, hogy milyen mérést végzek el, beugrik ilyen olyan állapotba. Na ez az a beugrás,
amit azóta is, mióta kitalálták ezt a 1920-as években, azóta is állandóan vitatnak. Ennek a legpragmásabb verziója, hogy a Schrödinger macskája, aki valahol az élet és halál között, nem az, hogy között, nem. Egy per gyök kettőször élő, plusz i per gyök kettőször halott állapot lineár kombinációban lebeg. Itt, a laikusok itt állnak le, mert mi az, hogy i per gyök kettőször, tehát hogy kell ezt matematikailag érteni, de hát most nem kvantummechanikával foglalkozunk. Tehát valamilyen ilyen állapotban van, de amikor kinyitják a dobozt és megnézik, akkor vagy élőt, vagy halottat látnak, és akkor abban a pillanatban ugrik be a macska abba az állapotba. Ezzel kapcsolatban föl szoktak tenni olyan kérdést, hogy ugye, hogy is van ez a Schrödingeres meccs, hogy van ott egy atom, ami elbomlik, és egy olyan jó bonyolult, valószínűleg igen, perverz módon kitalált berendezés, ami többszörös áttétele elintéz, hogy az atom elbomlott, akkor a macska dögöljön meg, mert akkor valamilyen áram indul el, az áram meglök egy kalapácsot, a kalapács eltör egy üveget, abból felszabadul a méreg, üthetné rögtön a macska fejét is. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen oksági láncolaton keresztül a macska megdöglik, de mivel az atom az a elbomlott, nem elbomlott állapotnak a kombinációjában van, ezért a macska és az élő meg a halottnak a kombinációban, és ott bemegy az ember és megnézi, és akkor eldől. Na most azon vitatkoztak, hogyha a tudós beküldi az asszisztensét, és az megnézi, de nem mondja el a tudósnak, akkor mi van? Hát ugye az a logikus álláspont, hogy akkor a atom, a macska, meg az asszisztens is ilyen kevert, szuperponált állapotban van, és amikor az asszisztens elmondja a fizikusnak, na akkor ugrik be. Hát ez már kicsit olyan rasszista dolog, a fizikus elméje az magasabb rendű, az hajlandó beugrasztani az univerzumon, de az asszisztens én még nem. És mi van, hogyha egy csimpánz nézte meg? Az most akkor már azon a szinten van, hogy beugraszthatja, vagy nem? Vagy ha lefilmezték, és később nézzük meg, akkor mikor ugrik be? De például föltették azt a kérdést, hogy mi van, ha elfelejtik megnézni? Akkor a macska ott van az élő halott állapotokban, de közben éhen dögölhet-e? 5 napig nem nézik meg, akkor éhen döglik. De az nem azért van, mert az atom elbomlott, hanem mert éhezett. Ilyen jellegű vitakérdések vannak, aki jön kvantumra jövőre, akkor erről majd részletes előadás és számolás is lesz. Nem fog éhen dögleni Schrödinger macskája. Na a lényeg az, hogy ezek érdekes kérdések, és ezt Schrödinger azért találta ki, mert ő sem hitt a kvantummechanikának ebben a valószínűségi értelmezésében, és csak kihegyezte egy makroszkopikus. Az, hogy egy atom itt van, vagy ott van, hát az nem érint érzelmileg bennünket. Az, hogy a macska szegényke megdöglött, vagy nem, azon minden olvasó felháborodik, tehát akkor, hogy Schrödingert feljelentették állatkínzásért. Szóval ilyen problémák merülhetnek föl. Tehát ez egyszerűen csak poenterizálása a kérdésnek, hogy ilyen, ez történik, vagy nem. Na most mi van, hogy az egész univerzum ennek a kvantumelméletnek az alanya? Az univerzum keletkezett valahogy, és akkor ilyen kevert vagy szuperponált állapotban fejlődött, addig, amíg meg nem figyelték. Na de ahhoz, hogy megfigyeljék, ahhoz létre kell benne jönni olyan megfigyelőnek, aki, hogy mondjam, a kvantum vizsgán már eléggé okosnak tekinthető. Már nem a macska, hanem ő már igazi fizikus és igazi megfigyelő, aki beugrasztja a világot ilyen állapotba. Kérdés, hogy mi van, hogyha több megfigyelő jön létre a világegyetem különböző helyein? Andromeda ködben is létrejött egy megfigyelő 100 évvel, vagy 100 millió évvel korábban, mint itt. Akkor vajon már rég beugrott a világegyetem a megfelelő állapotba, és én már abban látom? Akkor miért látok még mindig ilyen kvantum szuperpozíciót? Vagy mi vagyunk az elsők a világegyetemben, akik beugrasztották, és akkor innen gömbszerűen terjed a beugrás? Nyilván fénysebességgel? Nem. Állítólag ez gyorsabban terjed. Ajaj. Hogy tud ez terjedni, ez a beugrás. Mindenesetre Wilhelmnek van egy csodálatos rajza erről, ami összekutyulja a ősrobbanástól táguló világegyetemet. Elindul innen egy pontból a világ, és akkor így egyre vastagabb, egyre tágabb lesz. Ezt úgy is kell érteni, hogy egyre többféle lehetőség szuperponálódik, és végül, hogy erre múlik az idő, és végül kialakul egy megfigyelő, ez a szeme, és az rápillant a világra, és ezzel beugrasztja egy határozott állapotba, és onnantól kezdve lehet univerzumnak nevezni. Addig csak egy ilyen szuperponált izé volt.
komolyan elfilozofáltak azon, hogy lehetséges ez visszamenőleg. Tehát most beugrasztja valaki, ami 5 milliárd évvel nagybum után létrejön az első megfigyelő, és azzal visszamenőleg már a nagybum környékén beugrasztja a világot. Tehát van-e visszafelé ható beugrasztás? Ezt komolyan tudományosan, matematikailag megvizsgálták ezt a kérdést, szóval vannak ilyen, nem tudományban nincs tabu, mindennel lehet foglalkozni, főleg, hogyha adnak rá ösztöndíjat, tehát ezzel lehet cikkeket írni ilyesmiből. Emlegettem azt a könyvet, amire itt a számolások hivatkoztak, ez Davisnek, P.C. Davisnek az egyik könyve volt, ami nem jelent meg magyarul, de azóta ő neki megjelent több témába vágó könyvek. Az egyik a Megbundázott világegyetem, azt is emlegettem már. Na, abban végig gondol ilyen kérdéseket, hogy lehet-e visszafele menően beugrasztani a világegyetemet kvantumállapotba, stb. Tehát lehet hivatkozni a kvantumelméletre, és azzal azt mondani, hogy ezek ennek, hogy ilyennek kell lenni a világnak, az azért van, mert hát a világnak valahogy be kell ugrani egy kvantumállapotba. Tehát olyan világ kell, ami egyszer csak legyártja azt a nagy szemet, amivel magára néz a világ. Ugye öntudatra ébred a világ, egyetem megfigyeli önmagát, és ezzel határozott kvantumrendszerré válik. Természetesen nem látta senki azt a törvénykönyvet, amiről föl van írva, hogy a világegyetemeknek kötelességük határozott kvantumállapotba kerülni, de ha valaki úgy gondolja, akkor ahhoz kell megfigyelő, ami így beugrasztja. Kivéve, hogyha majd a kvantumelméletnek valami másfajta interpretációja győz, amikor már nem beszélünk megfigyelőről, meg beugrásról, mert valahogy már az elemi, már az atomoknál valamiben nagyobb struktúrák már megfigyelik önmagukat és beugrasztják, olyan modellek is vannak. Például a kvantumgravitációnak az egyik szintén Magyarországon Károly-Házi Frigyes által kidolgozott modellje olyan, hogy az atomok még úgy hagyják, de amikor már egy nagyobb tartomány elkezd ilyen szuperponált állapotban, ez időnként körülnéz, megfigyeli magát és hirtelen egy bezöttje, nem kell ahhoz tudat. Persze jó lenne tudnunk, mi az, hogy tudat, az a másik dolog, amit nem tudunk, tehát ki az, aki megfigyel. Lehet, hogy már 42 szénatom már meg tudja figyelni magát. Van egy olyan ötlet, hogy például a Planck tömegnek ez a jelentése, ugye emlékeznek mekkora, az 10⁻⁸ kilogramm, az egy baktérium méret, tehát hogyha baktérium méretre kiterjed egy ilyen szuperpozíció, az már hoppá megfigyel magát és bezöttyenti, tehát ilyesmik előfordulhatnak. Szóval sokféle ilyen modell van. Ezek a kell jellegű állítások ilyen érvekre hivatkoznak, mint a pozitivizmus, vagy ez a kvantumelméleti gondolatmenet, vagy az Úristen, ezek mind ilyen modellek, hogy van egy ilyen parancsolat, hogy univerzumnak olyannak kell lenni, és amögött van nekünk valami ideológiánk, ami megmondja, hogy hát miért is kell megfigyelő, vagy miért kell benne értelmes lényeknek lenni, hát azt akkor ideológiai álláspontoktól függően különbözőképpen tudjuk megalapozgatni. Mindesetre ez a lakható világ elvének az erős változata, hogy olyannak kell lennie. Székely László könyve megkülönböztet még egy másik szempontot, ami szerint osztályozni lehet ezeket a különböző idevágó gondolatokat, ez pedig a filozófiának a belső beosztása szerint a ontológiai és episztemológiai. Episztemológia az ugye a ismeretszerzésnek a filozófia tudománya, tehát a megismerés tudománya, hogy olyan a világegyetem, tehát amit én megismerhetek, az ilyen meg olyan lehet. Az ontológia viszont a létezésről szól, tehát hogy mi az, ami létezik, mi az, ami valóságos, és akkor ezek a kellek, meg hogy csak az figyelhető, meg stb., hogy ezt el lehet rendezni ilyen 2x2-es mátrixba, hogy most én akkor lételméletileg gondolok rá, vagy ismeretelméletileg, gyenge verzió, vagy erős verzió, és akkor el tudjuk rendezni a különböző tudósok, filozófusok álláspontját ezen táblázatban, és nyilván van egy csomó olyan átmeneti, aki félig így gondolja, félig úgy gondolja. Szóval ez egy érdekes játék, hogy így ezeket a lehetőségeket végig gondoljuk. Minden esetre ha ezek a határozott, tehát az erős elv, az szembe megy a természettudománynak a Kopernikusz óta elkövetett minden tényével és eredményével, az ugye nem csak arról szólt, hogy az embert kiábrándították a világ közepéről, hanem az eseményeknek a logikáját, a miértjét is megváltoztatták. Arisztotelész megkülönböztetett ennek idején egy csomó fajta okot. Miért viszed azt a gerendát? Mert házat akarok építeni. Oké? Ez egy célokság,
A fejemben ott van a cél, látom magam előtt azt a házat, ami majd holnap után vagy egy év múlva elkészül, és azért teszek mindenféle látszólag nem közvetlenül arra irányuló cselekvést, kivágok egy fát, vagy odaviszek egy gerendát, vagy betont keverek, vagy ilyesmiket csinálok, azért, mert ebből egyszer majd egy fürdőszoba lesz, vagy valami ehhez hasonló. Ilyet az ember csinál, és vannak a másfajta, tehát ez ugye célokság, szépen görögösül, teleológikus gondolkodás, előre gondolkodunk, és a cél irányába tesszük a tevékenységet. A másik, hát akkor miért megy erre a golyó, mert megpöckölte valaki. Volt valami ok, és akkor azt követi. A klasszikus mechanika kialakulása idejében ez a kétféle, persze Arisztotelésznek még másféle okok is vannak, de maradjunk ezeknél. Erre a kétfélére két különböző matematikai modell született. Az egyik, ahogy a Newton, Euler meg a többiek gondolták, és nifegyeletek megoldásán, és az ember azt mondja, miért megy most erre ez a test? Hát itt van ebben a pontban, ekkora a sebessége, ilyen erő hat rá, akkor menjünk egy picit tovább időben, akkor ezzel a sebességgel eljut idáig, de itt ez az erő elkanyarítja, és ezért most már más a gyorsása, így lépésenként lehet követni, mindig az előző esemény az oka a következő lépésnek. Hát így oldja meg a számítógép is a differenciál egyenletet, az előző lépésből következtet erre. De volt egy másik fajta hozzáállás is, ugyancsak akkoriban, amikor Newtonék ezt kigondolták, az pedig úgy nézett ki, hogy itt a bástya foka, és itt áll egy katona, és itt állsz te az ágyúval. És egy olyan pályát kell kiötlened, ahol a golyónak a pályája átmegy azon a ponton. Ez a cél. Miért repül arra a golyó? Hát mert az előző pillanatban is itt volt, és ilyen a sebesség, és a newtoni mozgás differencia, a frászt. Azért, mert le akarom lőni azt a fejet a bástyáról, és akkor az a cél. Jó, ezek látszólag kibékíthetetlen ellentétben vannak. Itt többen tanultak variációszámítást. Mit tudtok erről a két megközelítésről? Matematikailag ekvivalensek. Egyik átszámítható a másikba. Ez a, hogy az adott pontra menő pályát akarom kiszámítani, ez a variációszámítás, de a variációszámításból le lehet vezetni azt a differenciál egyenletet, ami ilyen oksági lépésekben mutatja be az eseményeket. Amik látszólag, filozofilag tök ellentmondásosak, most a cél határozza meg a ágyogolyó pályáját, vagy a előző események, mint ok, azok egymásba átszámoltak matematikailag. Szóval nem akkora különbség, a matek az nagy erő. Ezen annak idején nagyon sokat filozofáltak. És akkor az ilyen típusú dolgokat, hogy úgy kell menni annak a golyónak, hogy erre kitalált elvek, azok pedig úgy jelentek, elvek megint csak, ezek úgy jelentek meg, hogy bizonyos számadatnak, amit hozzárendelünk a golyó pályájához, annak a legkisebbnek vagy a legnagyobbnak kell lennie. Talán többen ismerik a Fermat elvet, ami azt mondja, hogy két pont között a fénysugár úgy terjed, hogy a legrövidebb idő alatt odaér egyik pontból a másikba. Ebből le lehet vezetni a törésnek a Snellius törvényét, meg a egy visszaverődést, de azt a bonyolultabbat is, amikor folytonosan változó közegben megy a fény, és például a délibáb így kanyarodik, azt a pályát le lehet vezetni matematikailag abból, hogy a fény a leggyorsabban ér oda. Ki mondta meg neki, hogy siessen, hogy oda kell érni, miért így megy? Ez érdekes kérdés. Ez Fermat már az 1700-as években kitalálta ezt az elvet, és abban aztán matematikailag hatékony eszközé fejlesztették, például a távcsöveknek a tervezésénél, a rendszerrendszerek tervezésénél ez működik. A 19. század, vagy már 18. század végén rájöttek, és a 19. században kiderült, hogy a mechanika is ehhez hasonló módon felírható. Van egy olyan adat, amit úgy hívnak, hogy hatás, ez teljesen hülye elnevezés, ami a részecske pályájából kiszámítható, és kiderül, hogy a valóságos, meg valósuló mozgás az a legkisebb hatású. Ez ugye akkoriban volt, amikor a kapitalizmus éppen diadalmaskodni kezdett, és akkor úgy képzelték, hogy az Úristen az ilyen spórolós kapitalista, és ez az integrál, ez azt méri, hogy mennyi az ő ráfordítása. Úgy igyekszik mozgatni a testeket, hogy a lehető legkisebb ráfordítással tudja ezt megtenni. De hogy miért pont az az integrál, hogy a kinetikus energia mínusz a potenciális energiának az idő szerinti integrálja az Úristen ráfordítása, hát ez az ő kifürkészhetetlen titka. Mindesetre ez a matematika le tudta írni
a mechanikát. És ezt is úgy hívták, hogy ezek variációs elvek. Ki kell számítani a pályából valamiféle furcsa adatot, valahol egy képlet, és az az elv, hogy a valóságos mozgásnál ez a legkisebb, legnagyobb. Hát ez megint olyannak tűnt, mint az okság elv, hogy ezt nem bírjuk megmagyarázni, mert erre visszavezetni. 1948-ban Feynmannak sikerült. Kiderült, hogy ő át tudta fogalmazni úgy a kvantummechanikát, nem abban a formában használta, hogy Schrödinger meg Heisenberg kitalálták, ő átfogalmazta, és abból a Feynman-féle megfogalmazásból határesetben, hogyha visszamegyünk a klasszikus rendszerekbe, abból kijött ez a variációs elv. Honnan tudja az ágyugójó, hogy melyik a legrövidebb, vagy legkisebb hatású pálya? Honnan tudja a fény, hogy melyik a leggyorsabb? Hát most utólag azt mondta, hogy az ember, hogy meg kipróbálja az összes lehetséges pályát, mindegyiken egyszerre van, és akkor legvalószínűbben azon van, amelyiken a kisebb ez az integrál. Ha emlékeztek, Cserti Józsi így kezdte az optikát, hogy terjed a fény, és akkor ott mindenféle Feynman írt egy könyvet, amiben azt mondta, hogy ő most nem akar egyszerűsíteni, nem ismeretterjesztő előadást akar tartani, elmagyarja, hogy képzeljétek, hogy a fizikusok hogy dolgoznak, hanem tényleg leírja, hogy dolgoznak. Tehát ezt a matekot, ezt képletek nélkül, de leírta kis óramutatókkal, meg egyebekkel, és az ember végigolvas, hogy tényleg ennek a Feynman integrálnak az összes részete benne van. Az az érdekesség, hogy Feynman után egy évvel a Feynman integrál megjelent, hol is jelent meg, bocsánat, nem tudom, egyesek olvasták, ezek Asimov a halhatatlanság halála című könyv mond valamit. Ez időutazásos történet, amelyben egyesek azt állítják, hogy megalkottuk a valóságok integráliát és kiszámítottuk saját létezésünk valószínűtlenségét. Asimov biokémikus volt, és nem várható el tőle, hogy kövesse a fizikának a legfrissebb fejleményeit, ennek ellenére követte, és ez amit itt leírt, és ahogy ott leírta, az egy az egyben a Feynman-féle integrálnak a képlet nélküli lefordítása, és alkotó alkalmazása az időutazás problémájára. Ez egy nagyon érdekes játék, erre még vissza fogunk térni. Tehát lényeg az, hogy megint az történt, hogy van egy ilyen elv, amit az ember azt hitte, hogy hát nem érthető, de minden esetre sikerült valami alapvetőbbre visszavezetni a kvantumelméletnek a zavaros bugyraiba. Megint mi történt? A teleológikus gondolkodás, amit egyszer már kiűztek, az az ókoriaknak a hülyesége. Hát nem azért mennek a golyók arra, mert oda akarnak érni, hanem mert löki őket az erő, stb. Ugye a újkori fizikának az erő volt a központi fogalma. Annyira, hogy például erőfeszítéseket tettek arra, hogy fölírják a szerelem differenciál egyenletet, és ahhoz szükség volt, például a szerelmesek között ható vonzó erőnek a távolság függésének a meghatározására, és próbáltak erre méréseket is végezni. Szóval az erőfogalom az ugye legyen velünk, tehát az mindenesetre nagyon fontos. Most volt ugye, May the Force, tegnap előtt volt. Na, térjünk ide vissza. A teleológikus gondolkodás hirtelen ezzel az ötlettel, amit most itt elmondtam, hogy a világegyetemnek olyannak kell lennie, ezzel visszatért. Én előre megmondom, hogy milyennek kell lennie, legyen széles Úristen olyan világegyetemet teremteni, vagy világegyetem legyen széles úgy alakulni, hogy olyan legyen, hogy legyen benne erő. Tehát ez nagyon ellentmond az egész modern természettudománynak a alapjának. Ezt azért mondtam én, ezt a ágyugolyós játékot, hogy azért ezt kicsit finomabban kell gondolni. Nem lehet egyszer s mindenkorra kiátkozni a teleológiát, hiszen a fizikának az egyik leghatékonyabb matematikai módszere a variáció számítás ilyen jellegű problémákból indult ki. Az egyik probléma az volt, hogy az is egy ókori sztori, Didó királynő kiköt későbbi Karthágó partjainál népével, akik menekültek Trójából, és akkor szeretne a helyiektől egy kis földet bérelni. Ugyan menjetek a felébe, migránsok, de mekkorát kérsz, akkor még másképp álltak hozzá. Hát annyit, amennyit egy ökörbőrével körbe tudok keríteni. Na jó, annyit kapsz. Hát akkor természetesen fölvágta nagyon vékonyra az ökörbőrét, és csinált bele egy néhány kilométer hosszú kötelet. Na és most jön a kérdés, hogy milyen alakba tegye ezt a partra? Nyilván úgy, hogy a lehető legnagyobb
területet, adott hosszúságú kötél a lehető legnagyobb területet fogja körbe. Ez egy érdekes matematikai probléma. Nem tudom, hogy Didó királynő tudta a variáció számítást, de a helyes megoldás a félkör. Itt az egyenes part félkört kell húzni, és akkor egy adott hosszúságú kötél akkor határolja a legnagyobb területet, ahol a legtöbb ember elfér, ahol félkör. Természetesen a helyiek azok nagyon becsületesek, mondták, és voltak, és nem azt mondták, hogy menjetek vissza a tengerbe azonnal, hanem azt mondták, hogy ügyes volt, jó van, telepedjetek le. Na, szóval ez egy ilyen teleológikus kérdés. Volt egy cél, minél nagyobb területet határoljunk, és volt a matematika probléma, hogy kell azt a függvényt megrajzolni, ami a kötélnek az alakját adja. Hát ez volt az első ilyen variáció számítási probléma annak idején. Szóval a teleológikus gondolkodás az azért annyira nem idegen a tudománytól, főleg, hogyha matematikailag fogalmazzuk. De mindesetre így, ahogy itt elhangzott, nagyon idegennek tűnt, és ezért is nem akarták ezt a 70-es években elfogadni, hogy ilyesmiről beszéljenek az emberek, hogy konferencián. Amikor én először tartottam ezt a specit, az volt kiírva, hogy hogy teremtette az Úristen 60 tizedes pontossággal a világegyetemet, és akkor raportra rendeltek az akkori pártitkárhoz, hogy beszélek én az egyetemen ilyeneket. Pedig ugyanezt mondtam, mint itt, tehát ezek itt természetes képletek voltak, amik eddig szerepeltek, és az utolsóan elmondtam ezeket az interpretációs lehetőségeket. Na, lényeg az, hogy ez a erős antropikus elv, vagy a lakható világ elvének az erős verziója az ilyen teleológikus. A másik viszont, amiről beszéltünk, hogy olyannak kell lenni, hogy a megfigyelő korlátozza a megfigyeltet, ennek ez az ismeretelméleti verziója volt. Hát csak olyat figyelhetek meg, az én megismerés tudományom nem terjedheti arra, hogy ülök a csillag közepén, és körülnézek, és megmondom, hogy milyen körülöttem a világ. Stimmel? Mert ott nem lehetek. Ott nem alakulhattam ki. De egy kicsit lehet változtatni az egészen akkor, és ez az egyik érdekes interpretáció, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a Pangloss mesterféle lehetséges világok, ezek ténylegesen léteznek. Valamilyen értelemben nem egy világ van, hanem több, és akkor egyikben ilyenek a paraméterek, másikban olyanok a paraméterek. Olyan, mint hogy ugye a világegyetemen több pont van, vagy a Csendes óceánban is több pont van, és az a pálmafa vagy én, az csak ott lehetséges olyan körülmények között, ami összhangban van az ő létezésével. De a sok pont, ahol még lehetne, azok ténylegesen léteznek. Természetesen most megjöhetnek a filozófusok, és elkezdhetünk töprengezni, hogy mi az, hogy létezik, mi az, hogy potenciálisan létezik, tehát elképzelhető, hogy valóban létezik. Ezek nem triviális is. Igazából nem megválaszolt kérdések, mindenki úgy válaszolja, ahogy akar. De ha valóban létezik ez a sokféle világ, akkor az egész pofon egyszerűvé válik. Van a sok-sok-sok, esetleg végtelen sok világ, és abból a legtöbben nincs élet. Mert alkalmatlan rá, mert nem lakható. Mert nem antropikus. Viszont a sok világ között van néhány, vagy esetleg egy, amelyik éppen lakható, és akkor én nyilván abban vagyok. Mint a pálma, és a szigeten van, és nem a óceán kellős közepén. Stimmel? Azért ott vagyok, mert ott lehetek. Milyen világot figyelhetek meg magam körül? Olyat, amit látok. De most itt nem a megfigyelésem van a lényeg, tehát nem az ismeretelméleten, hanem a létezésem. Mert a létezésem csak bizonyos körülmények között lehetséges, a sokféle világ közül bizonyosabban. Hát ez a gondolatmenet, ugye ez is már sokszor felmerült, először akkor volt nagy divatban, amikor a negyedik dimenziónak a fogalma úgy bekerült, nem Einsteinnel került be már korábban, az 1880-as, 90-es években került be a gondolkodásba. Talán ismerik azt a Síkföld című sztorit, amit Abbott írt, az egy négyzetnek a kalandjairól szól, akinek a világában megjelent egy gömb. A négyzetnek a szomszédja egy háromszög, odébb egy deltoid, meg ilyesmi, ott kétdimenziós világban volt, és egyszer csak azt vette észre, hogy megjelent mellett egy pont, aztán egyre nagyobb kör lett belőle, stb.
És aztán elbeszélgetett vele, és akkor kiderült, hogy ez egy háromdimenziós gömb, aki kívülről nézi az ő világát, tehát például be tudott nyúlni az ő szekrényében, és onnan kivette a lekvárt, nem tudom milyen a kétdimenziós lekvár, de kivette és kihozta, anélkül, hogy áthozta volna a falon, mert így kiemelte. Hát akkor nyilván ebből azért csinálta, hogy ezt elmondhassa egy dimenzióval följebb, tehát hogyha nálunk megjelenik valamilyen egyre növekvő gömb, és azt mondja, hogy hozzak neked némi aranyat, és akkor elmegy a bankba, és negyedik dimenzió irányából bemegy a páncélszekrénybe, és anélkül, hogy feltörni a mackot, anélkül kihozza az aranyat, és itt leteszi, és mert elmegy, akkor én elmesélem, hogy nem én törtem be, hanem ezt nekem így hozta a négydimenziós gömb, akkor majd biztos el fogják fogadni. Ez benne is van, sőt a végén valami olyan, hogy a négyzet ezen elkezd ábrándozni, és magyarázza haverjainak azt, hogy mi lenne a egydimenzióval följebb, tehát még a gömbnél is van valami szupergömbebb, és azt hiszem, a végén be fogják csukni valami téglalaplókú bolondok téglájába, vagy mi a fenébe. Szóval ez akkoriban az 1880-as években jött divatba. Utána Versnek van egy csomó olyan sztori, hogy vannak velünk párhuzamos világok, és akkor az ember át tud ugrani egyikből a másikba. Döbbenetes módon akkor még nem voltak részecskegyorsítók, de Versnek az egyik ilyen sztoriában az történik, hogy valamilyen tudós, ugye mindig a gonosz tudósok okozzák a problémát, a tudós a laboratóriumában egy atomot elmozdít a negyedik dimenzió irányába, hogy az merre van, azt meg ki kell okoskodni, de egy atomot elmozdít, az atom visszaugrik, és ezzel ilyen világrengést okoz, és kinn a mezőn sétálgató kedves emberek úgy átkerülnek a párhuzamos világba. Párhuzamos világ az 15 centivel van lejjebb. Tehát így zöttyennek egyet. Most ma, ha nagy szerencsé, hogy nem 15 kilométerre, vagy 150 kilométerre, akkor nagyot estek volna. Vagy hogyha följebb lett volna, akkor hogy belettek volna ásványakig a talajba. De milyen jó, hogy ez a két világ így ilyen jó párhuzamos. És aztán utána ott mindenféle sztorik vannak. Természetesen az egész ez egy társadalmi utópia és szatira. Abban a világban mindaz a gonoszság, ami itt nálunk van, az mind nincs, nincsenek politikusok, stb. Az emberek mesztelenül járnak, és nem szégyelik magukat, annyit zabálnak, amennyit akarnak, mégse kövérek. Szóval egy ideális világ. És persze az átkerült nem egy ember, hanem egy csomó, akik között aztán megindul a társadalmi polarizáció, néhányan ott akarnak maradni, és jól érzik magukat, mások ezeket elköstenek, gonosznak akarják, a harmadik el akarja foglalni azt a világot, és angol gyarmattá tenni, szóval minden ilyen ilyesmi előfordul, aztán a végén még egyet zöttyennek, és visszajönnek, és már a szerencsére megint csak 15 centit kell, és megint lefelé, és akkor visszatértek a saját világukba. Na, tehát ezek a párhuzamos világok, és felszer is magyarázza, hogy ez olyan, mint a könyvlapjai egymás mellett. A könyv az lapja az egy kétdimenziós világ, itt mellett a másik, és akkor arra merőlegesen át lehet ugrani az egyikből a másikba. Na most, amikor én ilyesmiről először beszéltem, akkor mondtam, hogy hát micsoda marhasság. Hát ti tudjátok, hogy a háromdimenziós tér az nem attól háromdimenziós, hogy egymás mellett van sok kétdimenziós tér, hanem van egy nagy tér, amelyben akár el is lehet forgatni a mázis vektorokat, stb. Stb. És az a baj, hogy most már ezt nem mondhatom, hogy ez hülyeség, mert van olyan tudományos elmélet, amely szerint a világegyetem tényleg olyan, valamilyen sokdimenziós térben, hogy abban mi négydimenziós világaink, mint a könyvlapjai, így egymás mellé vannak betéve. Valahogy így, hogy van ez a külső nagy tér, és akkor itt, mint hogyha ilyen felagasztott bőrök lennének, így lógnak benne ezek a akármik, kétdimenziós világok. Ez most négy dimenzió, az egész meg mondjuk 10. És akkor ez itt a mi világunk, és mindaz, amit mi látunk, az, mint hogy ennek a felületén mozognál. Ezek az úgynevezett bránok, amiket ugye a Hoore elméletnek a kiterjesztéseként találtak ki, hogy 2000 körül. A membrán az egy kétdimenziós brán, akkor egy Hoore az egy egydimenzió, egy brán, aztán van három brán, és így tovább. És akkor ez azért is jó, mert lehetséges olyan erő, ami innen átnyúlik oda. Vagy ezek lengedezhetnek és összeérhetnek. És akkor valaki átugrik egyikből a másikba. Ez pontosan a Wells-féle párhuzamos könyvlapoknak a modellje. Szóval itt nem úgy van a sokdimenziós világ, hogy nem a könyvlapokra van felosztva, hanem akárhogy forgathatom a koordinátatengereket, ez egy ilyen, hogy mondjam, anizotróp világ, amelyben vannak kitüntetett irányok, meg persze mi tartja abba benne az anyagot, hát amire a gravitáció, vagy valamilyen kölcsönhatás, ami nem engedi abból kimászni, erre megvannak a megfelelő matematikai modellek. Tehát most már van ilyen párhuzamos világmodell is. Tehát, hogy az ember azt mondja, hogy ennek az alapproblémának, amiről mi beszélünk, az a megoldása, hogy sok világ van,
akkor elkezdhetünk töprengeni az, hogy hol vannak ezek a világok. Ennek az egyik megoldása az volt, hogy egymás után. Ugye többször beszéltünk már a táguló világegyetemről, és akkor annak a Friedman modelljei között volt, hogy így visszaesik, és megy tovább. Nem, visszaesik, és vége van. Giordano Brunot megégették azért, mert azt mondta, hogy a világ végtelen. Einsteint nem égették meg, csak csúnyán néztek rá, amikor azt mondták, hogy a világ véges, térben és időben is. Először ő azt gondolta, hogy időben végtelen, de térben véges. Aztán, amikor a Friedman modelleket nézegették, akkor kiderült, hogy van olyan is, hogy időben véges. Mindenki azt kérdezi. Az én kislányom 3 éves korában toporzékolva közölte, hogy azonnal mondja meg, hogy mi volt a nagy boom előtt. Nyilván, hát mindenki ezt kérdezi. Aztán azt is lehet kérdezni, mi lesz a nagy recs után. Matematikailag az a válasz, hogy ez ugyanolyan kérdés, hogy mi van az északi sarktól északabbra. A Föld felületén mindenhol van olyan, hogy északra. Ha itt valaki azt mondja, hogy menjek egy lépést északra, akkor határozottan elindulok erre. Nyilván az ember fejében van egy GPS, és tudja, merre van észak, de azonnal tényleg arra van, arra kell lépni egy métert. Ezt mindenhol megtehetem, kivéve az északi sarkon. Stimmel? Északi sarknál nincs északabbra. És az ember elképzelheti azt, hogy de igen, mégiscsak van északabbra, mert az egy olyan alapvető fogalom, hogy az nem lehet, hogy ne legyen. Tehát itt, innen, erre megyek a 1 métert északra. Az északi sarknál az történt, oda ragasztottak még egy földgömböt, és azon mehetek északra. Logikus. Én nem jártam az északi sarkon, tehát nem, de van egy ismerősöm, aki járt a déli sarkon, és ott nem látott ilyet. De elképzelhető, hát, ha az északra olyan alapvető fogalom, kell. Persze ebből logikusan következik, hogy itt van egy harmadik világ, és ennedik, és itt van, tehát végtelen sok ilyen földgömb van így összeragasztva, hogy az északabbra szent fogalom legyen. Hát ez ugyanolyan, mi volt a nagy boom előtt? Hát az előtt, minden előtt volt. Azt szokták mondani, hogy minden eseménynek van oka. Azt nem lehet, hogy volt egy első esemény, a nagy boom, amiről nem volt semmi. Aki tanult egy kis analízist, azt tudja, hogy ha annyit mondok, hogy az időtengely az egy nyílt fél egyenes, aminek a kezdőpontja nincs benne, akkor minden pont előtt volt másik, és akkor nincs probléma. De tapasztalatom szerint ezzel a laikusokat nem lehet meggyőzni egy ilyen matematikai érveléssel. És amikor kiderítették azt, hogy volt nagy boom, és így indult a világ, akkor rögtön azt kérdezték, hogy itt mi volt. Hát még amikor megtudták, hogy van olyan modell, ami így vissza, ó, hát persze, reprocesszálja magát, és akkor végtelen sok ilyen. Ugye Brunónál az volt a probléma, hogy végtelen a világ. Most már az emberek annyira hozzászoktak a végtelenhoz, nem akarják elképzelni azt, hogy időben véges. És automatikusan kiegészítik így. Figyelem, ez nem az általános relativitás elmélet eredménye. Ez pszichológia, vagy filozófia, vagy esztétika. Az általános relativitás elmélet azt mondja, hogy innentől idáig le tudom írni matematikailag, hogy előtte, utána mi volt, arról nem mond semmit a matek, itt nyugodtan állhatna a kis angyal a karddal, és amikor odaérsz, akkor röhög rajtad egyet. Ugyanannyira tudományos, mint az, hogy újból feldolgozza a világ magát. Tehát olyan megoldása nincs az általános relativitás elmélet egyenletének, hogy újra kezdődik. De tegyük fel, hogy mégiscsak lenne, módosítjuk az általát, lesz belőle ilyen elmélet, reprocesszálódik az anyag, és hol ilyen, azt mondjuk, hol ilyen kezdőfeltétellel indul, hol olyan kezdőfeltétellel, és a sok egymás után következő világból az egyikben csak lesz élet. És akkor én pont abban fogom találni magam. Jó? Világ végtelen ide létezik, végtelen sokszor próbálkozott, na még van egy dobásod, na még egy, hogy van, ez még egy esélyt, ez az. És akkor próbálkozunk, hát éppen most összejött, és akkor a mostani állapotban itt vagyunk. Ez ellen, a modell ellen két súlyos kifogást lehet állítani. Az egyik kevésbé súlyos, az egyik egy halmazelméleti. Hány világ van itt egymás után? Végtelen. Mennyire végtelen? Mennyire végtelen? Első, nulladik világ, első, második, harmadik, mínusz egyedik, mínusz kettedik, megszámlálhatóan végtelen. Hány lehetséges állapot van az állapotok terében? Hát az meg legalább kontinuum, vagy még annál is végtelenebb. Ha egymás után próbálkozunk, először másodszor dobsz még egyet, akkor nem fogod végigpróbálni a kontinuum sok lehetőséget. Ez egy jó érv, de nem elég jó érv. Azért nem jó, mert hogyha nem egy-egy pont egy állapot, hanem a pont körüli kis tartomány, hogy a világon egy picit változtatok, az még olyan,
akkor már a paraméter teret azt ilyen kis pixelekre, vagy mifenekre, de nem pontokra kell felosztani, hanem kis tartományokra, és abból már hány tölti ki a R-adennet? Megszámolhatom végtelen. Ezt már végig lehet próbálni. Tehát ez a halmazelméleti ellenérve, ez nem annyira jó ellenérv. De ennek van egy másik ellenérve is. Mi múlik az, hogy miféle paraméterekkel fog ez így visszaröppenni? Hát, hogy itt milyen kezdő feltétel elindul. Ha a világot itt mindig újra processzálják és újra kezdi, akkor az esetek felében ilyen világ lesz belőle, ami nem esik vissza. Tehát a végtelenségig táguló. És mivel végtelen sokszor próbálkozol, ezért akkor ez 100% valószínűséggel megtörténik. Tehát egy ilyen, még hogyha újra feldolgozom, hopp, egyszer csak feldobta szószoros értelmében az égre a tappancsát, és nem folytatja az újra processzálást, tehát nem fogja végtelen sok próbálkozással legyártani az embert. Tehát az a szekvenciális modell, egymás után bekövetkező valamik, azok ilyen értelemben nem a megfelelő megoldások arra, hogy hol van a végtelen sok világ. Ez a könyvlapos egy másik. Itt is azt mondhatjuk, hogy van egymás mellett végtelen sok könyvlap. A halmazelméleti problémát feldobhatunk, mert ennek itt csak megszámoltam végtelen sok lapja van, de itt már nincs ilyen gond, hogy a dinamika nem engedi meg a végtelen soknak a létezését, tehát ezek egyszerre vannak valamilyen metaidőben, vagy a felett ugye mibe gondolva. Vannak olyan számolások, hogy a nagy bumbunk tulajdonképpen az volt, hogy két ilyen lapocska összecsapódott, és itt akkor elindult benne valami fodrozódás, és az vagyunk mi az egész nagy bumbunkkal. Tehát ilyen ötletek vannak a húrelmészek meg a membránosok között. És akkor attól még lehet itt végtelen sok ilyen. Szóval valamilyen értelemben elfér végtelen sok valahogy a térben. Ha elég nagy a tér, hát most akkor ebben elég nagy, például több dimenziós. Majd még fogok mondani egy olyan modellt, ami ehhez hasonlít, és ami úgy mondjam, nekem személy szerint a kedvencem, de nyilván ez nem tudományos érv, de azt majd arra még vissza fog térni, bizonyos értelemben erre hasonlít. De földobtak még egy ötletet, az pedig még egy kicsit vadabb. Hol helyezkedik el ez a végtelen sok világ? Hát a Hilbert térben. Négyszer definiáld a Hilbert teret. Volt már róla szó, nem? Az egy matematikai konstrukció, amit a kvantumelmélet matematikája használ. Szóval a lényeg az, hogy ha az ember jól megtanulja, akkor le tud belőle vizsgázni, hát majd én már vizsgáztatok is belőle. Szóval a lényeg az, hogy van ilyen matematikai fogalom, az a lényeg, a kvantumelmélettel fogunk próbálkozni. Na megint gondolkodjunk a Schrödinger macskáján. Ugye az a bizonyos atom, az vagy elbomlik, vagy nem bomlik el, és ennek következtében Schrödinger macskája vagy megdöglik, vagy nem döglik meg, de nem ez a, hanem az így egyszerre történik. És ennek sokféle interpretáció van, pont azért, mert nem akarják az emberek elfogadni ezt, hogy egyszerre ilyen, egyszerre olyan. És ennek az egyik lehetséges feloldása az következő, ez 1957-ben javasolt egy Everett nevű fizikus, és senki nem tudta megcáfolni. Tehát van, aki elfogadja, van, aki azt mondja, hogy hülyeség. Hogy amikor egy ilyen kvantumos esemény történik, ahol kétféle dolog történik, hát mondjuk elbomlik az atom, vagy nem bomlik el, vagy az elektron spinje fölfelé áll, vagy lefelé áll, akkor mind a kettő megtörténik, a világegyetem ketté hasad, és mind a két ágon megy tovább, egyikben ez történt, másikban az történt. Következő pillanatban megint történik valamilyen kvantumos esemény, akkor megint ketté hasad. A világegyetem olyan, mint egy őrült tervező által készített végtelen rendezőpályaudvar, ahol a sinek így állandóan elágaznak. És ennek az egésznek a totalitása a világegyetem, és mindegyik sin egyszerre létezik. Te, mint értelem, így végighaladsz, itt most erre kanyarodtál, itt most erre ágaztál, itt most arra, tehát ezeknek az állandóan elágazó hálózatnak valamelyik útján mész, és akkor azokat az eseményeket, amik ezen történtek, ezeket fogadod el megtörtént lehetséges, vagy megtörtént eseményeknek. Nálad itt ugye részecske vagyok, vagy hullám, élekve vagy ez a hullám. Ez a sztori, ez úgy történt, amikor nekünk Marx György tartotta nekünk a kvantum előadást, és bejött, és mondta, hogy ő most jött, mit tudom én, honnan haza autóval,
és majdnem részt vett egy halálos balesetben. Tehát lehetséges, hogy az egyik ilyen párhuzamos világegyetemben ő ott fekszik az országúton, és akkor most éleke vagy ez a hullám. Na, így került bele a fizikus notába ez a verszak, vagy ez a sor. És tényleg, hát a különböző párhuzamos világom egyikben így történik, másikban meg úgy történik. Mondjuk ez nem végasztalja azt, aki azon az ágon, ahol meghalt, de lényeg az, hogy minden esemény valóságosan ketté választja a világot. Természetesen jönnek a puristák, és mi van az energia megmaradása, hogy akkor honnan veszi az a sok világegyetem az energiát. Erre tudunk válaszolni, 1916 óta tudjuk, hogy nincs energia megmaradás, de van egy még frappásabb válasz. Kozmológia szerint a világoknak az összenergiája nulla, ketté oszlik, akkor is nulla, és azt jól lehet osztani a nullát. És akkor mindegyikben nulla az összenergia, és akkor mindegyik fajta világegyeteme előfordulhat, mert a pozitív mozgási energia, a negatív gravitációs energia összességében pont nulla energiát ad, nincs probléma. Jó, szóval ez az Everett-féle kvantummechanika azt mondja, hogy az összes lehetséges út egyszerre valósul meg. Ó, már majdnem mondtam ilyesmit, amikor a Feynman integrálokról volt szó, hogy az összes lehetséges úton megy a világ. A kettő között az a különbség, hogy mennyire tekintjük ezt, hogy mondjam, makroszkopikusan kiterjednek az egész világnak a kettéhasadásának, vagy csak egy objektumnak a különböző útjainak, de ez igazából nem fizikai különbség, mert úgyse tudom, hogy mi az, hogy valóság, mi az, hogy létezik, vagy nem létezik, hogy az egész világ létezik két példányban, vagy csak példányban, vagy... Szóval ez inkább csak szóhasználat. Azt, amit Everett itt leírt, végül is a Feynman integrál ezt foglalja magába. Az időutazásos sztorik szoktak így lejátszódni, sőt van olyan nagyon precíz időutazásos sztori is, ami két-három oldalaként közöl egy elágazó térképet. Itt volt a világvonal, itt csináltak egy időgépet, visszamentek ide, de abban a pillanatban elágazott a világ, és ők itt erre van, mennek. Tessék ezt elképzelni? Ez egy, hogy mondjam, a Nyomozás az Időkutató Intézetben című szovjet sztifiben fordult ez elő. Azt hiszem, azzal kezdődött, hogy a minisztérium hatáskörébe akarja vonni az időkutató intézetet. A lényeg az, hogy és ezért akkor a tudósok időgépet építettek, és akkor ide visszamentek. És itt viszont akkor elindul egy másik világegyetem. Ez meg ment tovább ez az ág. Amikor innen ide akarnak menni és üzenni valamit, akkor megint visszaugranak. De mondjuk idáig tudnak visszaugrani, és akkor onnan indul egy újabb ág. Erre sose fognak visszaérni. De ha visszaugranak ide, hogy majd rámenjenek arra az ágra, akkor itt indult egy újabb ág. A végén egy nagyon bonyolult ilyen ábra van, mert mindig ugye újabb időutazással próbálkoznak, és egyre elágazóbb fát rajzolnak. A szerzők utólag bevallották, hogy már a könyv megjelent, akkor jöttek rá, hogy a sztorinak az egyik ágát elfelejtették rá rajzolni, és az egészen másképp kéne kinézni az ábrának. Tehát valahogy az időutazásos sztorikban vannak ilyesmik, hogy ilyen elágazó világegyetem. Hát a kvantum elmélet ezt időutazás nélkül is megvalósítja, hogy minden pontban elágazik. Tehát az összes sztori megtörténik egyszerre párhuzamosan. Ez felel meg annak, ami az Asimovnak a időutazásos sztoriában a párhuzamos valóságoknak. Amiknek az összességét egy ilyen Feynman integrállal írják le, annak a fogalmaival manipulálnak ott az időutazók. Na most, mi köze ennek ahhoz, amiről eddig beszéltünk? Hát ez egy elektronnak a sorsát jelenti lehetséges, különböző mérések, amik így elágaztatják, de lehet bonyolítani, hogyha nem egy részecskére, vagy a világ egy kis részére alkalmazok, hanem egészre, akkor az is lehetséges, hogy itt az elágazásoknál megváltoznak a paraméterek. Tehát, hogyha az egész világ igen, olyan mérést hajtasz végre, mondjuk, hogy megmérem, mennyi az elektron töltése, akkor az egyik ágon ennyi, másik ágon annyi. És akkor innentől kezdve olyan világ megy tovább, amennyiben az alfa az 1/137, a másikban, amivel 1/42, azt jobban értjük, másikban 10, stb. És akkor a különböző ágakon más-más, akár még a fizikai törvények is mások lehetnek, de most maradjunk ebben a szolidabb verzióban, csak az állandók mások. Persze ilyenkor az ember úgy gondol az egészre, hogy van egy ilyen metaverzum, amelyben a fizikai törvények ugyanazok, különböző ágakon, csak a paraméterek mások. Ugye, mint az egész világon mindenhol használnak pénzt, csak az egyik ilyen pénz, másikban olyan, egyik jobb, másik rosszabb, attól még ugyanúgy kell fizetni. És
Krimben. Nehéz elképzelni olyan világot, azt vesz elképzelni, amelyben nem kell fizetni. De itt most ugyanazok a törvények vannak, csak a paraméterek mások. Ha ilyen elágazó világegyetemben mások-mások a paraméterek, akkor tulajdonképpen itt a világ a sok-sok elágazásával kipróbálhatja megint csak megszámolhatóan sok különböző lehetséges ilyen paraméter kombinációt, és valamelyiken végül is, és akkor persze mindegyik világ maga is tovább elágazik az adott paraméterek mellett, abban, hogy most erre ment az elektron, arra ment felfelé át, a spinnye lefelé át, hol mi történt, ezeket mind kipróbálja, tehát bele kell venni a lehetőségek közé azt, hogy a paraméterek is mások, és akkor valahol ezek között ott elférhet az a világ is, ami lakható. Lehet érezni? Tehát itt most akkor elegánsan, hogy mondjam, eltettük a kvantumelméleti állapotoknak a terébe a sok-sok párhuzamos világot. Ugye nincs, senki nem kérdezi meg, hogy hol fér el ez a sok-sok Everett-féle párhuzamos világegyetem, hát a metatérben, és akkor már mondtam valamit. Jó? Szóval valahol így elférni. Na ez az egyik ilyen érdekes válasz. Még egyet még tartogatok a végére. És aztán persze lehet töprengeni, hogy nyilván megindult a filozófiai ellenroham, ne dumáljatok hülyeségeket, stb. És Oldaki azt mondta, hogy egyszerűen értelmetlenek ezek a kérdések. Mert mi az, hogy ha nem ilyen lenne a finom szerkezeti állandó, akkor milyen lenne a világ? Na most ezzel ellen van egy nagyon erős érvünk. Ugye tessék arra gondolni például, amikor a proton meg a neutronnak a sorsáról volt szó, hogy amikor hűlt a világ, akkor a nukleonok egy tizede neutron volt, 90%-a meg proton, és ebből akkor később lett részben hidrogén maradt, részben meg hélium lett, és ezen múlik később az, hogy milyenek a csillagok. Most az az érték, hogy pont az egy tizednél fagyott be az a, emlékeznek, voltak ilyen közlekedő edények, mentek köztük a reakciók, az azon múlt, hogy volt egy olyan összefüggés, hogy ha jól emlékszem, valami ilyesmi volt, hogy a gyenge kölcsönhatásnak az együtthatója az a alfászor a M proton per M elektron per M protonnak a alfa negyediken és M protonnak a valami ilyesmi összefüggést. Tehát ezen múlt az, hogy amikor megáll az a reakció, akkor ez történik. A két oldal nagyjából egyenlő, tehát százalékpontossággal egyenlő, pedig egymástól független paraméterek. Na most, ha ennek nem lenne értelme, ha nem jelenne a világ, például azt mondhatjuk, hogy rossz a kozmológiai modell. Azért jött ki ez a hülyeség, hogy a protonok, neutronok így viselkednek, mert az egész kozmológiánk rossz. Nincs nagy bum, másképp történt. Voltak korábban másfajta kozmológiai modellek. De ez a furcsaság, ez a nagy bum modell melletti érv. Ennek értelme van. Ennek a furcsa összefüggésnek a következménye az, hogy későbbi világban vannak protonok, neutronok, van hidrogén, meg hélium is. Ha mondjuk a állandósult állapotú univerzum modell, amit Fred Hoyle annak idején népszerűsített, az lenne a nyerő, hogy az azt jelenti, hogy a világegyetem tágul, de mindig keletkezik új anyag. Nem volt nagy bulma, folyamatosan tágul, és mindig van ugyanannyi anyag benne, mindig ugyanilyen képet látunk. Ez a kozmológiai elvnek a kiterjesztése az időbe. Nem csak mindenhol ugyanolyan, hanem mindig ugyanolyan a világ. Ha széttágul, akkor közben néhol keletkezik egy hidrogénatom, kicsit csillingel, és akkor mindig ugyanakkor a sűrűség. Ebben a modellben ennek egyszer nem lenne értelme. Nem lenne olyan esemény, ahol ez az adat kritikus lenne. De ez az adat kritikus a mi világunkban. Ez ahhoz hasonlít, tessék elkezdeni, Dél-Amerikában ásoknak a maja piramisok között, és találnak egy 800-as évekből származó magyar rovás írással készült pornográf szöveget. Mondjuk. Most lehetséges, hogy ez értelmetlenség, mert egy maja kisgyerek ott firkált valamit, vagy a jaguár próbálgatta a fogait a fán, és véletlenül ez jött ki belőle. Ugye? Elvileg nem zárható ki. Én mégis inkább azt mondom, hogy csináljunk olyan nagyon valószínűtlen sztorit, hogy az őseink, mit tudom én, eljutottak Spanyolország, és barkácsoltak egy tutajt, és azzal véletlenül eljutottak Dél-Amerikába, és ott még kalandoztak tovább, és ott fölvéstek a anyukájukról sztorit a fára. Ezt jobban elhiszem, mint az, hogy a leopárd véletlenül belerágta a fába ezt a
vagy egy maja kisgyerek. Érzitek? Tehát, hogy ha értelmetlennek próbáljuk ezeket a nyomokat, ezeket a sokféle furcsa, sokféle helyen fölbukkanó furcsa nyomokat tekinteni, akkor még nagyobb katyfaszba kerülünk, mint hogyha valószínűtlen ám, de mégiscsak logikus sztorikat próbálunk kitalálni. Tehát az nem meggyőző dolog, hogy ez itt értelmetlenség, és csináljunk helyette más modellt. Természetesen most már, mióta 1973 óta ezen vitatkoznak, azóta már nagyon sok tudományos érv összejött, főleg a precíziós kozmológiában sok tudományos érv összejött a jelenlegi nagy BUM modell mellett, tehát azt most már nem lehet csak így lesöpörni, hogy rossz az egész, hogyha ennyi baj van vele, meg ennyi furcsaság van benne, azt már nem lehet lesöpörni, de maga ez az értelmetlenség, ez akkor se lenne jó. Van egy másik ötlet, hogy ezek a konstans egyezések, ezek azért vannak, mert ezek nem független adatok, hanem egy szuper elméletből kijönnek. Majd csinálunk egy egyesített elméletet. Erre van egy nagyon jó példa, hogy valamikor, amikor Maxwell Faradaynek a kísérleteit és eredményeit matematikába foglalta, akkor ott összerakosgatta az elektromosságra vonatkozó eredményeket, abban volt egy állandó, amit ma úgy hívnánk, hogy epsilonnul, a vákum permeabilitása, mások meg a műnul, stb. Ezeket összerakta, és kijött belőle, hogy az elméletben vannak hullámok, amik C egyenlő 1 per gyök epsilonnul műnul sebességgel terjednek, és mit ad Isten, ez egyenlő volt a fénysebességgel. Véletlen egybeesés és három független paraméter között. Nem, mert az elektrodinamikának az elméletében ez egy dolog. A fény az az elektromágnességnek egy jelensége, és ezt nem úgy mondom, hogy egy véletlen összefüggés volt, hanem egy szuper elmélet egyesítette a fizikának három különböző ágát, és mi egységesen tudjuk tárgyalni az elektromosságot, a mágnességtant, meg az optikát, mert hogy egy közös alapja van. Értitek? Tehát ez egy pozitív fejlemény, hogy a különböző ágak összefutottak, és ebben az az egyezés, ami korábban véletlennek tűnt, az benne van az elméletben, az abból kijön. Rendben? Az ember azt várhatja, hogyha majd csinálunk egy még szuperebb hidro-termo-kvadro-gravito-dinamika, még mit tudom én, még kvantumot is bele kell írni. Szóval minden egy elméletet egyesítünk, akkor abban az elméletben ezek, amiket itt felírtam, hogy ezek itt véletlenül egyenlőek, abból majd kijön az is, hogy tényleg egyenlő az egyik, csak mit tudom én, gyök kettőször egyik a másik szorosa, és ez akkor egy matematikai következménye lesz az elméletemnek az alapjának. Rendben? Ilyen már volt még egy később, amikor 1973-ban egyesítették a gyenge kölcsönhatásnak meg az elektromágneses kölcsönhatásnak az elméletét. Ott a gyenge kölcsönhatásnak az állandója, ami a bal oldalon van, azt sikerült kifejezni az alfával, mégpedig nem pont ilyen formában, hanem a úgynevezett gyenge bozonnak, a W bozonnak, meg az elektron tömegének a hányadosa szerepelt ott a képletben. Persze a fene tudja, miért annyi a gyenge bozonnak a tömege, az még tovább kell lépni a fizikában, még lejjebb ásni, és a Higgs mechanizmus kiokoskodni, stb. De lényeg az, hogy egy mélyebb elméleti szintre jutottunk, és abból addig függetlenek látszó paraméterek között kijött egy összefüggés. Most az ember akkor extrapolálja néhány száz évre, majd meg lesz az a hiper-szuper elmélet, ami mindent, amit eddig láttunk meg, amit nem láttunk, azt mind egyesít, és akkor abban az elméletben ezek a paraméterek majd mind szépen kijönnek. Nem muszáj csak a paraméterekre gondolni. Volt egy másik nagy fejlemény 1960-ban, amiben beszéltem, az az inflációnak a felfedezése. Erről volt itt szó egy vagy két héttel ezelőtt. És ugye az volt korábban az egyik ilyen furcsa probléma, a finomhangolási probléma, hogy a táguló világegyetemben ezek a görbék, amik az előbb is szerepeltek, ezek a különböző módon szétspriccelő görbék, most valahol itt vagyunk, van mindegyike, itt még nagyon finoman kellett hangolni, tehát itt 10-60-on pontosággal kellett beállítani, még mindig rajta legyünk. Ma viszont nem így gondoljuk, hanem azt mondjuk, hogy ha kinagyítom az ábrának ezt a részét, ott volt előtte az inflációs korszak, amikor így hirtelen felhígult az univerzum nagyon nagyra, 10-60-on szorosára megnőtt nagyon rövid idő alatt, és az alatt nagyon kisimult, tehát közelébe kerültenek a görbének. Most nagyon durván úgy rajzolom, mintha ezek a görbék mind ide bekonvergáltak volna. És én meg valahogy így.
Tehát ezek nem szétspiccelnek, hanem egy új, bonyolultabb modellben összetartanak, és akkor az a természetes, hogy annak a közelében vagyunk. Módosítom az elméletet, és akkor már ez nem numerikus, hanem ez a kvalitatív furcsaság, hogy szétspriccelő esetben miért vagyunk középen? Hát azért, mert nem szétspriccelő, hanem összetartó a modell. Kicsit módosítani kellett az alapgondolatot, hogy, erről beszéltem a múltkor, úgyhogy a részecske fizikában felbukkant egy újfajta részecske, egy új mező, és megnézték, hogy annak milyen kozmológiai következményei vannak, kiderült, hogy ez történik, és akkor ezt a furcsaságot így kilőtte, kimagyarázta. Tehát lehetséges egy új szuper elmélet, ami azt mondja, hogy ezek a furcsa véletlenek, ezek természetes tartozékai ennek a modellnek, az új modellnek. És akkor lehet, hogy 100 év múlva, ha valaki ugyanezeket a tényeket felsorolja, akkor mindaz a furcsaság, ami ma itt szerepelt, vagy most egész férjében, az abba a kategóriába kerül, mint amit az epsilonról, meg a műnóról, meg a fénysebességről mondtam. Azért van köztük kapcsolat, mert ugyanannak a dolognak a különböző vetületei, különböző módon megmért értékei, a elektromágnességnek, az egységes jelenségének a különböző elektrostatikai, magnetostatikai vagy hullámtani megnyilvánulásaiban jelennek meg ezek a paraméterek, és persze, hogy van köztük kapcsolat. Lehet, hogy valaki ezt így fogja elmondani. És akkor ezeket az összefüggéseket, amik véletlenül jöttek ki, például amit az alfa VV-vel volt írva, azok levezethetők lesznek a szuperelméletből. Ez egy érdekes remény, mert mindenki a szuperelméletekben reménykedik, de miért nem magyarázza meg ez az alapproblémát, amiről most szó van? Mert mit nem fog ez megmagyarázni, hogy miért kedvező ez az életre? Hoppá. Miért kedvező az életre? Mert rendben van, hogy van egy összefüggés az adatok között, de miért pont olyan összefüggés van, amely lehetővé teszi, hogy később legyen élet? Érzitek? Tehát ez egy kemény különbség, mert jó, van egy elmélet, ami kimagyarázza, hogy a gyenge kölcsönhatás meg a elektromágneses nem független, egymástól van valami kapcsolat. De miért pont olyan a kapcsolat, ami lehetővé tette, hogy annak idején a protonok, neutronok éppen úgy jöjjenek létre, hogy később lehessenek csillagok? Hát lehetne másfajta kapcsolat is. Stimmel? Most ugyanez a probléma felmerül itt ezekkel a párhuzamos világegyetemekkel, akárhol és akárhogy helyezkednek el ezek a párhuzamos világegyetemek. Mindenképpen az a kérdés, hogy na jó, de honnan lehet biztos abban, hogy egyáltalán van köztük lakható? El lehetne képzelni olyan szuperuniverzumot, vagy metaverzumot, vagy multiverzumot, amelyikben mindegyik lakhatatlan. Mert ez nem a halmaz elméleti, minden halmazok halmaz, amiben minden benne van, hanem valamiféle ilyen fizikai törvények által megengedett sok fajta, de azért nem minden fajta világ. Ugye azt mindenki tudja, hogy az összes halmazok halmaz az egy önellentmondásos fogalom, tehát azzal nem is szabad foglalkozni, és nyilván nem fogja megvalósítani a világegyetem az összes halmazok halmazát. De hogy a lehetséges világok között van lakható, ez egy továbbra is fennmaradó kérdés. Hogyha nem mindenféle világ lehetséges, hanem a paraméterek között van összefüggés, az miért pont egy olyan modellt fog adni, amely lakható? És ilyen értelemben hiába találunk ki akármilyen szuper-hiper elméletet 100 év múlva vagy 200 év múlva, maga az alapkérdés, hogy miért lakható a világegyetem, ez továbbra is fennmarad. Hogy egyáltalán miért van ilyen lakható világ. Székely László könyvének a végén is ez van, hogy ez a nem természettudományos, hanem filozófiai, antropikus kérdés, hogy egyáltalán miért van a lehetséges világok között lakható világ. És ez pedig már elvezet bennünket a filozófusok által föltett legmélyebb kérdés, hogy egyáltalán miért van valami, miért nem a semmi van, vagy hogy kell mondani, milyen ígéret kell a semmivel kapcsolatban lenni, miért nem a semmi nem van. Mert miért van valami, miért nem a semmi nem van? Ez a jó kérdés. És akkor már itt vagyunk, és ezzel akkor már ténylegesen elmerültünk a filozófia mélységeibe. No, hát akkor hadd mutassak egy olyan modellt, ami viszonylag egyszerű és viszonylag elképzelhető, és viszonylag részletesen végigszámolt megoldás erre a problémára. Mondtam az előbb, hogy Fred Hoynak volt egy olyan korábbi modellje, hogy a univerzum mindig egyforma. Tágul a világ, és keletkeznek új részecskék benne.
Van egy nagyon érdekes könyv, amit megint érdemes elolvasgatni, ez Italo Calvino, olasz írónak a Kozmikomédia című kis kötete. Valamikor régességen megjelent a 70-es években a Kozmosz Fantasztikus könyvekbe. Ez különböző fizikai és biológiai elméleteknek a, hogy mondjam, emberi realizálása. A nagy boom az ugye, amikor minden egy pontban volt. Hát ezt olasz neorealista stílusban írja le, mint amikor Nápolyban kiteregeted a lepedőt, és az belóg a szomszéd lakásba. Tehát mindenki egy pontban volt, és mindenki ott olasz stílusban káromkodott egymással, ami egy pontban nem olyan jó dolog. Na benne van ez a modell is, hogy holnak a világában, amit mindig új hidrogénatomok keletkeznek. És akkor sétálgatsz a mezőn, és hopsz, észrevetsz egy kis frissen született csillogó és még harmatos hidrogénatomot. És akkor azt lehet csiszolgatni, nagyon szépen csilinggel. Jó, tehát ez, az ember így megfogják ezek a modellek, ahogy Calvino lefordította ezeket az emberi nyelvre, ezeket a tudományos modelleket. Jó, tehát holnak az volt a modell, hogy a világ mindig ugyanolyan. Ennek betett az a lépés, amikor rájöttek, hogy volna háttérsugárzás. Az ugyanis az univerzumnak egy korábbi másfajta állapotáról, forró állapotáról tanúskodott. Egy ilyen állandóan táguló és ugyanakkor a sűrűségének maradó világban nem volt sobbanás, és nem volt korábbi forró univerzum. Nincs benne háttérsugárzás, mert nem volt olyan forró anyag, aminek a nyoma. Amikor 64-ben felfedezték a háttérsugárzást, akkor azt gondolták többen, hogy a Hold modell meghalt. Hogy persze okos ember kitalált egy olyan modellt, hogy a világ még sokkal nagyobb annál, amit eddig gondoltunk, és abban a mi kis őssobbanásunk egy ilyen kis helyi esemény. És akkor a világban szana szét, pici kis ősrobbanásocskák vannak, és úgy átlagosan a világ mégis ugyanolyan, mert egyik tágul, másik összeroppan, stb. Ez csak filozófia volt, vagy... Volt néhány képet is hozzá, de egészen döbbenetes módon, ez 64-ben találta ki, 20 évvel később, ez hirtelen, amikor kitalálták az inflációt, akkor nagyon izgalmassá vált. Ugye, hogy működik az inflációnak a modellje? Az infláció azt mondja, hogy van... Van a szivacs? Van az a bizonyos Higgs-mező, amiről már beszéltünk. A Higgs-mezőnek az állapotát egy olyan görbével lehet lerajzolni, ami ilyen dupla V-hez hasonlít. Ilyen az állapot. Erre van a mező értéke. Egy közönséges, ismert mezőnél, mondjuk elektronos mezőnél, így néz ki az energiája a kitérés függvényében, és akkor az energiája az az E négyzettel, a térerősség négyzetével arányos, ezt többen tanultam. Itt ilyen furcsa görbe van. A nullánál, a mezőnek a nulla értékénél nem nulla, hanem van egy ilyen V0 potenciál, és a mezőnek egy éta értékénél van a nulla, tehát itt a gödör feneke. Na most, ha meleg van, akkor az anyag nagy energiája, és akkor valahogy itt fenn szaladgál, úgy tessék elgondolni, mint egy golyó ilyen nagy energiával, akkor innentől ideig szalad, és átlagosan középen van. Tágul és hűl a világegyetem. Amikor már itt az energia szint, akkor csak itt tudsz szaladgálni, vagy itt tudsz szaladgálni. Melyik gödörbe esik be? Azt a véletlen dönti el. Ezt a görbét, meg ezt a modellt Landau találta ki a 1930-as években a fázis átalakulások leírására. Mondom az ehhez való példát. Ha meleg van, akkor a vasban a kis elemi mágnesek így össze-vissza mozognak. Elkezdem hűteni őket, akkor egy bizonyos kritikus hőmérsékleten elkezdenek így párhuzamosan rendeződni. De itt így rendeződnek, párhuzamosan ott meg úgy rendeződnek, ezek egyre nőnek, és akkor kialakul egy ilyen mágneses tartomány, vagy magyarul domén. Egyikben így, a másikban úgy. Nagy átlagban össze-vissza. Átlagosan nem mágnesezett. De ha kívülről rákapcsolok egy kis külső mágneses teret, például a Földnek a mágneses terét, akkor célszerűbb mindenhol így állni, és vagy betettem egy elektromágnesbe, és akkor az egész az így fog mágnesezőni, akkor lehűlt, akkor mágneses lesz az. Tehát ennek erre a beállásra írták ezt, amikor meleg van, akkor átlagosan nulla, amikor nincs meleg, akkor beesik vagy ide, vagy oda. Vagy mondhatok egy másik modellt, a búzaszálnak a fizikai modellje. Itt nyilván a búzaszálat ilyen rugók tartják függőlegesen, itt van a feje, és az egész az gravitáció. Ha erős a rugó, kicsi a feje, akkor így áll, mint a pecek. Érik a búza, egyre nő a feje, akkor kiderül, hogy egyszer már az lesz az alapállapot, hogy bedől ebbe az irányba, ezt a rugót meghúzza, azt a rugót megnyújtja, és akkor így fog állni.
Lehet ezt képzelni? De erre is eldőlhet. És akkor ilyen aszimmetrikus kétféle alapállapot van. Ez megint egy kritikus értéknél van, amikor a paraméterek kombinációja meghalad egy értéket, akkor változik. Na, ezt a modellt használják itt is a mezőnél. Amikor nagy a hőmérséklet, akkor átlagosan nulla. Amikor meg hideg van, akkor most itt vagyunk. Ez arra jó, hogy ezzel az értékkel arányosak a részecskék tömegei. Többen hallották, hogy a Higgs-mező ad tömeget a részecskéknek. Hát ezzel az éta értékkel arányos tömeget ad nekik. Most nem akarok ebbe belemenni, hanem arra, hogy mi történik, amikor itt van. Csökken a hőmérséklet, itt a mező is töprenk, hogy jobbra menjen, vagy balra menjen. Ez olyan, mint a hegyire állított ceruza. El kell dőlni valamerre. Merre dőljön el? Többé Buridán szamaradának a történetét, az egy okos szamár, és előtte van két, ugye széna, nem szamar, széna csomó. Tök egyformák. Ugyanakkor a távolságra vannak, ugyanannyi energia oda menni, ugyanannyi idő alatt lehet megzabálni, szamár ott áll és töprenk, és éhen hal. Mert nem tudja eldönteni, hogy melyikhez menjen, mert két egyforma dolog. A valódi szamarak fejébe be van építve egy véletlen generátor, és ilyenkor dönt, hogy oda megy, és nem törődik az, hogy a másik is ugyanolyan, tehát nem hal éhen. Itt a természet, ott áll, hogy a hegyi állított cél, az a merre dőljön, minden irány egyformán valószínű. Mi történik? Valóságban itt azt mondja az ember, hogy hát a... Ez nem elsziketelt rendszer. Azt a hegyire állított ceruzát lögdösik a levegő molekulái, és az egyik mondjuk erre löki, akkor arra fog eldőlni. Akkor, amikor itt áll a kréta, azt is lögdösik a levegő molekulái, mégsem megy el jobbra, ez egy stabilabb egyensúlyi helyzetben van, ott akkor nem érdekes ez az icili-picili kis különbség. De az ilyen instabil helyzetben a környezetnek a legkisebb hatása is számít. Az univerzummal kapcsolatban ezen betömprenk, hogy milyen környezete, mi van azon kívül, ami őt befolyásolja? Hál' Istennek, ehelyett ott van a kvantumelmélet, amiben vannak véletlenszerű fluktuációk, tehát ez a mező itt hirtelen fogja magát, és elmegy erre vagy arra, és beesik ebbe a gödörbe, vagy abba a gödörbe. Ezt megint a tér különböző helyén itt csinálja, úgy csinálja, mint ahogy a vasnál itt egy ilyen domén, ott meg egy olyan domén alakul ki. Egyik helyen, ilyen, másik helyen. A érdekes dolog az, hogy mi történik akkor, amikor még töpreng. Az univerzum tágul és hűl, a hőmérséklet csökken, szegény szamár még itt van és töpreng, és már ilyen lesz a hőmérséklet, ő neki már itt kéne rég lenni, de még mindig itt fönn van. Plusz energia halmozódik föl ebben a mezőben. Ez olyan, mint amikor a dinoszaurusznak nem szóltak, hogy ki kéne halni. És még mindig itt van körülöttünk, pedig a világ már egészen már az emlősök jött a kis vackoké. Aztán fogja magát és bedől az egyik gödörbe. És akkor felszabadul ez az energia, ebből lett az ősi tűzgömb. Addig, amíg itt van, kiderül, hogy ez a hatás, hogy itt van egy csomó energia így felhalmozva, ez antigravitációs hatás, és ez okozza ezt az inflációs szakaszt, amikor az univerzum gyorsulva tágul, valahol a 10-35 másodperc között, mikor ér véget, amikor a szamár eldöntötte és leesett a gödörbe, akkor felszabadul némi energia, és véget ért ez az antigravitációs korszak. Na, ez a szabványos inflációs sztori, amit a Higgs-mezővel kapcsolatban 1982-ben kitaláltak. Ennek a modellnek különböző verziói és lehetségesek. Hogy amikor beesik a gödörbe, akkor ott létrejön egy olyan tartomány, ami mondjuk plusz étás. De ha beesik a másikba, az mínusz étás. Mint a vasban ezek a tartományok, amik elkezdenek nőni. A vasban, egy véges vasdarabban ezek összeérnek, és akkor ott kialakul egy ilyen határvillongás, ahol nem párhuzamosan állnak a mágnesek, és ott némi energiakoncentráció, mint az összes ország határán, egy itt így állnak, ott úgy állnak, szorulnak, akkor ott némi feszültség, meg energiakoncentráció van. Itt is. Na, de ne felejtsük el, hogy a világegyetem tágul. Úgy kell ez egészet most elképzelni, hogy a táguló univerzumban hirtelen megjelenik egy ilyen buborék. És mi ez, amikor ide leesett? Hát ez a mi vákumunk, amit mi vákumnak nevezünk, amelyben ennek a mezőnek az értéke nem nulla, és a részecskéknek tömege van. Ez meg egy olyan metavákum, vagy gerjesztett vákum, vagy hamis vákum, tehát az a korábbi vákum állapot. Tágul az univerzum, az egész univerzum, most nincs széle, csak úgy mutatom, tágul, és egyszer csak valahol létrejön egy ilyen állapot, hogy ez beesik ide, és akkor létrejött egy ilyen kis gömböcske, és az is elkezd tágulni. Miért? Hát ez kiderül, hogy ez itt negatív nyomásúnak felel, meg abban a nulla nyomású vákum az nagyobb nyomású, és elkezd tágulni. Itt létrejön egy másik ilyen buborék, és az is elkezd tágulni.
Na most két eset van. Hogy ezek gyorsabban tágulnak, mint a környezet, akkor összeérnek, és kialakul egy ilyen fal a kettő között. Stimmel? Mint a vasban a doménfalak. Ha vannak ilyen doménfalak körülöttünk, azt úgy lehet észrevenni, hogy ha messzire nézek, és jön a csillagfény, akkor azon szóródik, mint amikor üveglapon átnézek, és akkor ott úgy cseléljön a fény, ezt ki lehet nem érni. Ilyet nem látunk. Egyik lehetőség, hogy marha nagy ez a domén körülöttünk, és még nem látunk olyan messzire, ahol a fal van. A másik lehetőség izgalmasabb, hogy a világ, ez a maradék világ, ami itt van, az gyorsabban tágul, mint ezek a buborékok. Tehát a buborékok tágulnak, de nem fognak összeérni, mert hogy gyorsabban mennek egymástól körül. És akkor tulajdonképpen ez a kis esemény volt a mi kis ősrobbanásunk. Létrejött egy ilyen buborék, azon belül ott valami világunk, ott aztán létrejönnek csillagok, meg galaxisok, meg fizikusok, meg egyéb objektumok, és van benne végtelen sok ilyen buborék. Na most attól függ, hogy milyen kezdő paraméterekkel tölt, lehet, hogy kitágul és összeesik, lehet, hogy a végtelenségig tágul, de hiába tágul a végtelenségig, nem ér össze a másikkal, mert gyorsabban távolodik tőle. Ez a modell nagyon érdekes módon ötvezi az ősrobbanásos elméletet, a pontból szétspriccelést, és a Hoyle-féle állandósult univerzumot. Az egész világ végtelen ideje létezik. De? És ez mind örökké tart, úgy is hívják, hogy örökös inflációs modell. Örökké tart, állandóan pattognak ezek a buborékok, és hogyha jól megnézem, hát mindig nagyjából ugyanazt látom. Hogynál a új anyag hidrogénatomok formájába keletkezett. Mert a hidrogénatom az egy jó bonyolult objektum, tessék majd levizsgázni belőle kvantumból, de vannak egyszerűbb dolgok, például az univerzum. Egy ilyen kis univerzum buborék az sokkal egyszerűbb, mint egy hidrogénatom. Nulla az energiája, nulla minden kvantumszáma, egy ilyen spontán létrejön és elkezd tágulni. És aztán azon belül később, a idők folyamán, hogyha elég sokáig fennáll, akkor azon belül már létrejöhetnek atomok, meg elemi részecskék, atomok, csillagok, galaxisok, fizikusok. A pehesek azok egy bizonyos idő múlva visszaomlanak. Ennek a modellnek lehetséges olyan változatát is elképzelni, hogy ezekben a különböző buborékokban mások azok a fizikai paraméterek, amikről beszéltünk, a gravitációs állandó, vagy mondjuk az nem, de a finom szerkezeti állandó, meg ehhez hasonlók. Az egésznek nyilván van egy ilyen metafizikája, ami az egész világnak a leírására alkalmas, hogy ez egy egységes világ, nem különböző fragmentumok. De az egyes buborékokon belül bizonyos paraméterek mások, és ezért az egyik az nagyon rövid idő alatt véget ér, a másik az sokáig létezik, de olyan gyorsan szétspriccelt, hogy nem találkoznak benne az elemi részecskék. A harmadik sokáig létezik, de a proton nehezebb, mint az elektron, és ezért abban nem lesz hidrogén. Következőben nem lesznek csillagok, és valahol csak lesz köztük egy vagy több olyan, amelyikben éppen minden összejön, mert hogy végtelen sok ilyet próbálkozott, ugye egy térben el van helyezve egymás mellett ez a sok valami, és akkor ezek lehetséges, hogy valamelyik létrehoz életet, és ott vagyunk benne. Ennek a modellnek az a jó tulajdonsága, hogy nem lehet bebizonyítani. Sose látom a többit, tehát még én buborékom széléig se látok el. Bizonyos matematikai modellekben a belülről a buborék végtelennek néz ki, tehát a széle végtelen messze van, miközben kívülről nézve véges, hát ez a relativitás elmélet egyik érdekes következménye, és akkor a többihez nem jutok hozzá. Ma olvastam egy olyan cikket, mert reggel jött, hogy egyesek azt állítják, hogy be tudják bizonyítani ezt a modellt, mert hogy két buborék túl közel keletkezett egymáshoz, és itt összeértek, és kicsit megrengették egyik a másikat, és aztán összeolvadtak, és akkor van egy ilyen speciális hely a buborékon belül, ami nem olyan, mint a többi, ott, ahol összeértek. Ezt arról lehet megismerni, hogy az ember megnézi a háttérsugárzásnak azt az ismert leopárd foltos képét, tetszik ismerni, ahol azt mondtam, hogy az olyan, mint az asztal, amint századmilliméteres kis hegyecskék vannak. De van egy tizedmilliméteres, egy kis ködör. Tehát ott nem annyira fluktuál, hanem egy tizedessel nagyobbat. Ezt nem olyan régen fedezték föl. A nagy hideg folt nevet viseli, a cold spot nevet viseli ez a hely. Jó nagy szal, ilyen milliárd fényéves. Ott hidegebb, abban az irányból hidegebb háttérsugárzás érkezik, és a szerzők azt állítják, hogy ez ennek a hajdani összetapadásnak a
a nyoma. Na most ez azért nem, ez megint csak valószínűtlen dolog, mert tessék elkezdeni, hogy itt van az egyik buborék, itt a másik buborék, és így összeolvadtak, de ezen belül az, amit én látok a világból, az ilyen pici, vagy még annál is sokkal kisebb. Tehát ezek ilyen, tudom én, billió fény, vagy milliárd fényév nagyságúak, és én csak egy milliárd fényéves kis részét látom a világnak, és hogy pont olyan hülye szerencsém vagy, itt a határ mentén vagyok, és látom a mert ugye nagyon kicsi a valószínűség, hogy a két buborék összeütközik, és pont annak látom a nyomát. Hát ennek olyan a valószínűség, hogy Magyarország a föld felületének egy igen kicsi részét. És mi lenne, hogyha valaki azt állítaná, hogy Budapesttől 21 kilométerre van a földnek a szívcsakra? Azt állítják. Jó? Ott van a pirisben a földnek a szívcsakrája. Tehát valaki ilyesmit állít, hát az ugye, hogy mondjam, nem nacionalizmus, hanem univerzalizmus, vagy hogy kell mondani. Az én kis univerzumom az olyan jó helyen van, ahogy lehet látni az ilyen furcsa események. Nem lehet kizárni, nem tartom túl valószínűleg. Megint egyik valószínűtlenséget egy másik valószínűtlenséggel pótoltuk. Az inflációs modellekkel is az a baj, hogy sok mindent kimagyaráztak, de ahhoz, hogy pont jól kimagyarázzák azokat a problémákat, amikről volt szó, kiderült, hogy ott az elején a paramétereknek, az infláció paramétereinek megint csak finom beállítására van szükség. Egy ilyen szuperebb elmélet, korábbi elmélet hibáit kidomáltak, de odébb gördítette a nehézségeket. Nem itt kell finom beállítás, hanem ott kell finom beállítás. Ez a nehézség megmaradása tételének, az általános tételének a speciális alkalmazása, tehát mindig csak odébb gördül, és erre mondhatja meg Székely László, hogy ahhoz, hogy ezeket kimagyarázzuk, az nem elég egy-egy konkrét természettudományos válasz, hanem valamilyen értelemben el kell fogadni ezt az egész univerzumba beépített, mondjam, életre valóságot, mert az őnek is volt egy ilyen könyv, hogy életre való atom, akik az, hogy az a biokémiai folyamatokról szólt. Tehát lényeg az, hogy valahogy be van építve egy ilyen lehetőség a világban, hogy lehet benne élet és értelem, hogy emögött mi van filozófiailag, hát azon még a további évszázadokban lehet töprengeni. Mindenesetre a 20. század fizikájának ez az egyik legérdekesebb eredménye, ami nem annyira közismert, pedig érdemes vele foglalkozni, nagyon sok könyv jelent meg azért mostanában, ami kapcsolatot teremt a mi, mint értelmes lényeknek a létezése és az egész univerzumnak a struktúrája meg a története között. Remélem, sikerült néhány érdekes dolgot mondanom önöknek az elmúlt néhány hétben, és a könyvekben lehet tovább tanulmányozni mindezt. Köszönöm szépen a figyelmet!